egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a Magyar Rádiózás udvari balandjai. Vadon Jani, Rákóczi Feri, Sebestyén Balázs. Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Balázsék! Hat óra után 7 perccel. Igen, ez itt az, a legmenőbb reggeli műsor. És én vagyok a király. Nem állj, kérlek, Viki, gyerekek. Szivi. Én. Igen, én. És itt van ő. És ő is. És mindenki is. Mindenki itt van, nyomja a repet. Találtam ez az jó csaj, vagy mutasd a segget, ja? Valami füstölő jár itt körben. Nem állj, kérlek, Viki, ez nagyon rossz. Ez nagyon büdös. Megőrült a feleség. Azért, mert nem nigrólaj, nem kell. Nigrólaj. Mindenki, de nigrólaj. Azért, mert neked jó, nekünk nem biztos. De ez mi, miért kell ezt nyomni? Amikor bejöttünk, kedves feleséged, és arról beszélgetünk, hogy mennyire komfortos az a maszka, ami az arcomat takarja, félig meddig. Többféle szempontból, mert hogy ugye kevés látszik az arcomból, másrészt viszont lehet benne beszélgetni is, akkor hirtelen elterelte valami az ő becses figyelmét, ez pedig egy illat volt, ami a levegőben terjengett. Mondtam, hogy nem én voltam, de ha én voltam, akkor bocs, korán illatot fennig el. Még dolgozik bennem a tegnapi csicseri borsó. És és kiderült, hogy az egyik kolléganőnek az irodájában van valamilyen párologtató, amiben ez a nagyon kellemes bulamosó. Illat, majd ha kimegy, mondom, hogy mit gondolok rá valójában. Femina bulamosó. Egy langos. Egy irrigátor és egy bulamosó. Igen. És az a párologtató van? Igen. Fú, meghalok ezektől. Aha. A pacsulillatoktól behalok. Ez annyira mamának, ahogy hívják. Meg nagyon annyira műanyag illat. Tehát, hogy ez a baj, hogy ez a műanyag virág illat. Ez soha nem, semmilyen szinten tartozik. Semmilyen természetes. Ilang-ilang. Ebben különböznek nagyon a férfiak, és a férfiak nem tudják elviselni ezt az illatot. Brutál büdös. Brutál büdös. Mit kéne érezzek, Viki, hogy most megnyugszom, jó, nekem jó? Tudod, mi ez fedő illat? Tehát ez az valaki a típus. Valaki kukantott? Ez fedő illat. Tehát mindig, amikor ilyen illatot érzel, akkor ott valami gond van. Tehát, hogy ott elfogyott ott a szappan, vagy nem tudom. Valami, jön vissza, igen, a csatorna. Ez egyértelműen fedő illat, mert ha kellemes, ilyen kis finom illata van valakinek, tehát, hogy nem tolakodó, nem arcba mászó, nem. Ez fedő illat. Szagolgassuk majd körbe a nőt, hogyha bejön, hogy mi lehet ott a probléma. Ott van valamilyen régóta érő, nem tudom, valami. Gyerekek, viszont gyönyörűen havazik, láttátok? Nem. Nálam esik a hó. Tényleg? Igen. De csak neked ott? Hűvösföld, Mária Remete. De olyan, mint a porcukor? Nagy Kovácsi, igen, az egész udvar. Csupa porcukor, Adiliget, Hűvösföld, Budakeszi. Nálunk egy szem. Most ez az Origó, ahol mozgom. Igen. Ne, nem úgy, hanem elég sok helyről. Sok helyről, de hogy az a körzet, ahol fellelhető vagyok. Úgyhogy ez nagyon-nagyon ott. Ott nagyon esik, gyerekek. Nagyon szépen. Nagyon szép pelyhekben hull a hó, és itt van már a teácskám is. No, most még mit hoztok be, kérlek, nem áll. Ez a jó minőségű tea. Ez jó tea? Melyiket csináltad? A jó minőségűt, tudod. Ne, sima zöld? Azt, aminek olyan árcinke van, amit úgy többször meg elolvasott, és felvette az olvasó szemegét, mert nem. Vettem Balázsnak lesz, akkor vettem három doboz teát, azt mondja a csávon 8000 forint. Hát mondom, azért ezt nézd át még egyszer, haver. Nehogy egy nullával, több legyen. Mert 10 alatt semmit nem fizet. Hozzá vagyok szokva, hogy nekem minden magas áras, de hogy arcra bemondod a 8000-et, azért igen, nézzünk rá a doboz aljára, de tényleg ott volt. Nem, egy nagyon durva teaboltba vettem. Tudjátok, én nagyon szeretem a jó teát. Tehát, hogy azért azt megadom a módját. Tudom, igen. Meg az árát. A jó teát, nem iszom ilyen. Többször vásároltam már vele teát, és mindig, amikor berúgod az ajtót, és elkiáltod magad, hogy két doboz söpört ceylonit, abban a pillanatban én már tudom, hogy jó helyem. Igen, látod a mosolyt az arcokon, hogy na megjött a balek. Megjött. Gyerekek, ez egy olyan zöld tea, hogy megőrültök. Jó a vízhőmérsékletünk? Igen.
Megfelelő? 80 fok, 80 fok, 2-3 perc. Kivé a fekete tea, amelyet a 100 fokkal forrázod, ugye? Pontosan. És az lehet 3-4 perc is, az egy picit több az ő, tehát nem szabad, hogy keserű lesz. És 80 fok hány perc? 80 fok, 2-3, de ki kell kapnod szigorúan, mert bekeseredik. Ez egy dizájnos csomagolás, vagy tényleg ilyen kis tasakban van? Nem, ez így, ez a csomagolás. Hát ez nem az a szálas Lipton, vagy az a vágott Lipton, amit te iszol, érted? Szerinted melyik dobozt nyitottam ki én, és melyiket a Balázs? Nézd, itt vannak ők, és itt van ő. Várjál, hadd tippeljek. Tudjátok, hogy a zsenik semmit nem úgy csinálnak, igen, ahogy az megszokott. Igen. Az hanem... a baj, hogy a zsenik ezzel tönkre teszik a csomagolást, igen, és egyébként a fontos dolgok kipárolognak, igen, a teádból. A zsenik nem akadnak le ilyen hétközömi dolgok, hogy boltsunk föl egy dobozt, föltépjük, kiveszük, használjuk. Ez addig nem baj, hogy egy papírdoboznál csinálod, de amikor mondjuk egy aromazárós kávésnál, akkor már egy picit az is zavaró. Hát itt is kellene, hogy valamennyire zárjon. Én melyiket nyitottam két? Igen. Miért nem vesztek teatojást és ilyen szálas teát? Csináltuk egy időben. Emlékszem, még teaszertartást is csináltak. Rizstát. Rizstát ittunk. Egyrészt kussolják. Egyrészt csinálja, amit akarsz otthon. Itt meg ne hagyja tanácsokat. Nem az az igazi, amikor ilyen szép fém dobozba. Nekem de csak ha minden reggel iszod évekig, akkor váltod. Mi azért váltom. Tehát most iszunk három fajtát, aztán rámegyünk majd a szejcsa teára, barna rizssel, pörkölt rizssel, az is nagyon finom. Barna rizses, szejcsa tea. Ilyen pörkölt rizses. Mikor mi dől bele? Hát egy ilyen. Van itt nekem megcsinálom. Barna rizse, az hát a pörkölt rizses. Hát az megáll. A pörkölt rizses az finom. Tényleg? Hát nem úgy pörkölt rizses, tehát hogy érted. Vannak benne rizszemek. Hát, vannak a teában. Szavrosi kis marhús darab is szárad, meg pörkölt rizses. Rizszemek vannak, hogy japán étteremben elmész kajálnak, ott azt kapod. Nagyon natúr íze van, nagyon sima, de nagyon megszerethető. Egyrészt kit érdekel ez, amiről beszélnek, hanem hogy a fém teatojás, hogyha például gyógynövényeknél nem tanácsolják neked azt, hogy mondjuk fém szűrőn keresztül szűrjed át a teát. Nem jó. Mérgezővé válik? Igen. Ez a kérdésem, hogy akkor a fém teatojás az nem rossz? Ez a kérdés. Akkor tegyél műanyag teatojást. Mert nekünk van műanyag teatojásunk, de mondom például, ugye a Gyuri bácsi, a fűes ember azt nem írja jó a teáira, hogy ne fémszűrőben szűrd át. Van egy olyan, mint egy ilyen köszi. Egy anyag, hogy fogalmazzak? Hát, mint egy ilyen kotongumiszerű, ami anyagból van, tehát gézből, úgy néz ki, ilyen hosszú, és abba teszik bele a teafüvet, és minden teafűhöz külön van. Tehát, hogyha elmész egy klassz teázóba, ahol most nem egyszer, de ha tegyük fel, elmehetnél, akkor benne lennének mindegyikbe a külön-külön ízhez, külön-külön ilyen géz. De nem fém, de a fém nem, az fém ki van, az zárva, ki van nem? Zárva. Így van. Akkor miért van fém teatojás? Hát, mert azt nem tudták, hogy de szerintem ez a gyógynövényeket vágja haza, mert valahogy ilyen oxidatív stressz, vagy minek teszi ezt ki, tudod, így ami leválik az alumíniumról, az valami megváltoztatja a kötéseit a gyógynövénynek. Mit tudom én? Tangesből kotanges lesz. Jó, hát kötések. Érted, mit tudom mondhat én? De hogy sima szejcsa, tehát azt be tudod rakni egy ilyen kis, mi ez a, hát nem is tejatojás, hanem egy ilyen kis szűrőbe. És abba belelógatod, és akkor tudom, már van x perc. De rakhatod tojásba is, tök mindegy. A tojás az kicsit már olyan régi módi a tojás, igen, már nem nagyon adják tojás. Az már nem avita. Már több kommunista helyre rakni. Ja, igen, de mindig szóltak, igen, hogy az már nem egyszer úgy. Egyszer különösen kellemetlen volt, amikor a lánc leakadt róla. Na mindegy, jó van, igyatok, fogyasszatok ti is. Jó. Aki kér, szóljon, ott jó van, gyerekek. Jó, tudjátok, hogy szűkös az eklézsia. Nem osztogatjuk, Bali, azért hozok, nem hozok sűrűn valamit, de szűkös az eklézsia. De most nincs rá, tiétek. Használjátok ki, egy mangós citromos van, de nem műaromás, tehát nem ilyen. Egy sima zöld tea, és egy nagyon jó fekete tea. Nem, az mangós gyömbéres. Az elég hiperesen hangzik, mondjuk a mangós citromos. De nem. Mangó darabok vannak benne? Nem. Mangó eszenciák. Igen, és nagyon pici ilyen mangó csepp aroma, de 100%-os, és nem elbetűs. Tehát, hogy már az is elbetűs. Mango. Hanem hogy olyan aroma, ami nem természetes, nem természetes azonos, meg nem bestességes. Híres brit tea mezők. Én meg hoztam nekik egy kis csokis tekercset, alig tudtam kirakni. Igen. Egy kanálra szedtem össze a bidéből. Balázs már megkiráltam. Az nagyon bírom, pattinthatsz még nekem, bár most egy kicsit fogyókúrán vagyok, de jöhet azért. Te is, mindenki elkezdett fogyózni itt a január 1-én. Ez inkább nálam ilyen csak ilyen tisztítás volt, 2 hét nagy zabálás, már nagyon éreztem, hogy csöcsön vagyok. Nagy zabálás, te nem zabálsz.
persze. Hát, te mondtad állandóan, hogy téged ez nem érdekel, te nem eszel ilyesmit. Másfajta zabálás, csak erről nem beszélt. Ja. Tehát tömtek. Értem. Igen. Csak erről nem akarok beszélni, de ott nagyon tömtek. Sokat tettem, igen, és akkor ott most úgy érzem, hogy csak gyümölcslevek, zöldséglevek, teák és levek. Most ezt így csinálom, fosok tőle, de egyébként teljesen. Ha megint kiszaladt megszállás között, pisil, akkor emiatt igen, van. Igen, pisil a seggem, mint egy gőzborotvány, de igazából azt hiszem, működik a kúrán. Nincs ezzel gond, legalább takarítja valaki valamilyen formában legalább a kotyónkat. De hogy nem ezt akartam mondani, hogy ünnepek alatt ki az, ki nem tudott zabálni. Lacival beszéltem tegnap, ő azt mondta, hogy 5 kilót hízott. Körülbelül ünnepek alatt. Én 2-t, ugye dumáltunk róla, hogy az én alig 60 kilomnál ez a 2 kiló azért elég sok, de nem tudsz nem zabálni. És lelém volt egy olyan cukrászda, ahogy csináltok például panettone, de házi panettone. Kettesével hoztuk el. De nem tudsz rá nemet mondani. Tehát egyszer megeszel belőle egy szelettel, utána de mindenhez tudsz, azt a panettone, ez a Rogántóninak a testvére? Igen. Ő magánrepcsővel jelenthet. Van a Rogántóni és a panettone. És ők tesók. Igen. És a panettone ehető, ő meg politizál. Lele és Königin kopterrel terítik. Az egyik politikus, de a másik panettone. A pék és a politikus testvér. Panettone, Rogántóni. Így van, ők ketten. Így van. Én érdekes, édességből nem ettem sokat. Tehát, hogy nekem az továbbra sem fétisem az édesség már valahogy. Gyerekkoromban nagyon, de hogy így pici beigli, pici egyfalat, egy kicsi, ilyen süti, olyan süti, de hogy így nem vagyok rajta. Erre az egyszerűsítsük le olasz kuglófra, erre egyszerűen nem lehet nemet mondani. Tehát frisse jó, ez a dobozolt, ez nem finom. Ez az volt, ez a lelei az. De a dobozolt is jó. Na most emegettünk itt egyet, hát azért abban. Na az pont szar volt. Nem. Azért abban is van jó, meg kevéssé jó is. Igen, az szembe jött velem ez egyik hiperben egyébként most akciósan, amit ettünk, tehát hogy na, az nem az a kategória. Megnézel egy kaját, és azon rajta, hogy 2025-ig jó. Na, akkor ott azt nyilván el kell engedni. De van egyébként ilyen dobozosban is jó minőségű, de amit a Jani mond, az nyilván a legjobb, amit ott csinálna. Nem kötelező ezeket megenni, tudod, mit érzünk? De tudod, mi van, hogy az ünnepekkor azt mondjuk így magunknak, hogy így hátba megyek magunkat. Igen, hát évvége van, egy kicsit lazítsa, na és akkor 5 kiló plusz. Körülbelül. Igen. Annyira jó. Na jó, de hát jó kaják vannak, jókat eszel. Hát ez ilyen gyerekek. Meddig marad ez a hó, mit mondanak? Nem tudom. Nem néztétek vele? Nem, hogy a héten már melegedés. Majd megnézem holnap a Galaxy S24 Ultrám. Tegnap se volt hideg. Sielni vittem a gyereket este, és ilyen 8 fok volt egy hét, meg is lepődtem, ráadtam mindent, úgy nézett ki, mint egy ilyen Michelin baba. De plusz 8. Hát ma reggel én már mentem, mint a Deltába, tessék. Rendes sípájára, vagy műanyagosra hordom? Nem, hát műanyag. Hát itt Budapesten nagyon, azért, hogy nagyon kéne menni. Lesöpik róla a havat, mert zavarót, de gyerekek nincsenek hozzászokott. Tudod, úgy megszoktad ezt a jó műanyagot. Igen, Pistács, mi ez rajta? Nem, műanyagon sírjál. Hát tanuljon. Úgy megy, mint a golyó. Persze, 2025-ben már ki tudtok majd menni valami sípájára. Mire megnyitják Ausztriát, hogy én már nyugdíjba megyek, de létbiztosak lesznek. Jó lesz az. Velük, hát de hétvégén meg -9-et mondanak, meg -10-et. Tehát, hogy azért az erős. Ja, éjszaka, izébe, ködfényes, holdfényes, ne, azt mondják, hogy szélcsendes tájék a zabar környéken. Vasárnap lesz a csúcs, illetve a mélypont. És utána megjövő, utána már tavaszodik. Valami hó essen már tényleg még mellé. Gyerekek, legyen hó, legyen hideg. Én azt mondom, hogy a természet működjön jól. A januárban, februárban halljanak az élősködők, nem vesszenek a poloskák, legyen hideg, fagyjon be a Balaton. Hát ez a természet rendje. Ez a jó. Ez hát kell, hogy történjen. Miért kívánsz ilyet? Így is hétvégére befagy a barci. Így is fogy a magyar. Igen. Hétvégére azt mondják, hogy befagy a barci. Hogy hát ilyen lazán, ilyen hártyaszerűen még nem korizol, több de hogy hét. Már... Hát több tegnap, kell hozzá. Tegnap előtt nálunk fagyott a tó, de az tegnapra úgy eltűnt, mint a franc. Igen. Úgyhogy igen. Tehát, hogy most azt mondja, hogy csütörtök van, ha most elkezd fagyni, az azért vasárnapra nem lesz egy korizható vastagság. Szerintem. Még ha -10 van, akkor hát sem. Egy hét kéne legalább. Nem tudom, lehet, hogy félreolvastam. Nem vicces, hogy igen, valakit félreérti. Lehet, hogy nem befagyás volt, és lehet, hogy nem a Balaton, de minden más is stimmel. Nem tudom. Víz volt bennem. Valami víz volt bennem. Csak óvatosan. Lehet, hogy több cikkből raktam össze. Olvastam egy balatoni cikket, olvastam, hogy befagyott valami, és akkor így összeraktam, hogy... Hogy ez így nem feltétlen idén az. Idén sem lesz fesztivál a Balaton. Például. És akkor ebből jött a Balaton. Ha már fesztivál, fölhívjuk ma a Löwenbein Orbit, gyerekek.
Mivel készülnek? Ne, hát hogy egy kicsi életerőt adjon nekünk. Ja. Igen, hogy van, hogy áll a szobafestés, igen, hogy tojnak el tyúkok. Mivel foglalatoskodik mostanában, ha már nem szervez. Hát hogy mire számítsunk azért, ez sok tízezer magyart mozgat meg. Hogy lesz fesztivál, kötik-e már le a zenekarokat? Egyáltalán tényleg, kiírtak-e már bármit? Vannak-e már dátumaik? Hogy terveznek ők? Hát nekik ezt január-február környékén azért már nagyjából tudni kellene. Persze nyilván itt most semmi nem tudható 100%-ra. Na de hát, ha mond valami biztatót, én hát kíváncsi vagyok, hogy milyen nyarunk lesz, ők mire számítanak? Oké, nem lesz sziget, meg nem jönnek külföldiek. Nyarunk lesz, nem tudjuk, vannak, mi lesz. Vannak, akik bizakodnak. Tehát van egy-két utazási iroda is már, ahol előre lehet foglalni. Hát utazni most is lehet. Figyeljetek, hogyha ez a dolog így lecseng, akkor abban a pillanatban, hogy mindenhol nyomor lesz, és nem fogsz tudni sehol foglalni semmit, mert mindenki ki akar szabadulni az országban. Igen, egyen most, más, most az utazás az mehetsz, tehát ahogy Balázs mondja, abban igaza van, nyilván macerásabb most is, akinek olyan, akkor az PCR-tesztet csinál, de az azért lehet, de fesztivál, azt most ki van jelentve, hogy nincs tömegrendezvény, hogy az nyárra lesz-e, azt nem tudod. Érted? Tehát, hogy az utazás az egy másik topik, az tök jó, oké, hogy már most foglald le, mert egyébként... Még belföldre nem tudsz most, igen, ugye az nehéz. Tehát belföldön nincs utazás. Dehogy, de olyan utazás nincsen, de foglalni például lehet egy csomó szálloda úgy csinálja, hogy visszatéríti, hogyha az lesz a főnöktől, hogy nem lehet menni, akkor ők visszaadják a pénzt. Én szerintem be kell most foglalni minden. Most örülnek a szállodák, ha foglalsz. Ja. Nem kérnek sokat, mert nekik az anyag, hogy utána megtömjék. Szerintem a belföldi turizmus az úgy fog felrobbanni, hogy tavaly. Uh-huh. Kiadják, hogy lehet menni, és az emberek azok nagyon akarnak menni. Hát most az egy éve le vagyunk zárva, be vagyunk zárva. Kis, mit tudom, egy különbsége, ugye nyáron szerintem itt pikpak elindul majd. Hát miért ne indulna egyébként, nem? Hát lecseng a járvány, hát, áprilisban jössz, mész, mehet, nyitnak az uszodák, a sportrendezvények, minden. Alig várom, hogy felöntésre menjek. Aha. De csak felöntöm magam, most fog meghalni a szaunába. De csak egy szellőztetés erejéig nyitnak. Sebessén úr, nem jön neki két óra után. Jöjjön ki két óra után. Nem, én még akarok maradni. Nem, a bérletem holnap lehet, pedig 10 alkalmasat zárunk. Csak egy alkalmat használtam el, de most ótjuk a lámpát. És az utolsó kép a bepárásodott üvegen így csúszik le a tenyered. És nagyon boldog arccal találnak meg majd másnap. Nekem ez nagyon hiányzik, a kis kedvenc helyem, a kis kedvenc szaunám, a kis kedvenc felöntési szertartásom, a kis merülőmedencém, a kis 60-as gengszter barátaim. Az jó. Akikkel ott bandázgatok. Nekem a gőzbombot jelzik. Jó arcalban. Hát Ausztriában, január végétől Ausztriában elektronikusan kell csekkolni, ha be akarsz menni. Mától? Mától. Tehát egyelőre ez egyre távolabb sodródik. Tehát ha be akarsz menni Ausztriába, kivéve... Mi vagy, hova mész? Már tudom, persze. Ha átutazó vagy, ha reptére mész. És ha ingázol. És ha ingázol, akkor nem. Ingázol, vagy, akkor nem kell. Na most persze, hát nyilván mindenre van papír, de... szóval kell. Persze. De szigorítanak. szigorítanak, úgyhogy nem, hogy nyitnák a sípályákat a külföldiekre, egyelőre regisztrációhoz kötik a belépést, úgyhogy ez a februári szállodafoglalásom, ez valószínűleg... De mondd azt, hogy te is ingázol, de te csak egyszer. Egyszer ki, egyszer vissza. Kérem, ki szépen. Tudnék menni egyébként, mert ki tudnék. Ne okosba. De jó. De az a baj a sípa. Ezen mi beljebb vagyunk. és egyrészt nektek ez nem lesz jó. Gondolom, hogy ezen beljebb ma. Kettő, hogy a sípályákon ugye csak a helyiek síelhetnek. Na most azért beállítok oda egy Bána Mercivel, egy hatalmas magyar rendszámmal. Így van. Hiába mondom azt, hogy... Magyarországon van a vállalkozás. Még ha meg is szólalok németül, bár nem sokat szólalok meg németül, azért a magyar rendszám eléggé kiugró a lachtali körzetben, hogy csak nézi, osztrák rendszámok vannak. Papírkartonból csinálsz egy pluszt, rá van szigetelő szalagodra. Ilyen, amészet is mondod azt, hogy das ist dokument signo panettoniem a la firkanti Thomas Anderson. Az már nem osztrák, vigyázz. De ez, ahogy hívják, ez az osztrák-olasz határ, tehát tudod, ez... Ja, és akkor be ez a több nyelvűség van. Ezt valamiket csak megértik belőle. A la firkanti panettoni. Ez olyan rohadt dolog, hogy ezek ott vidáman sielgetnek, érted? Én elhiszem, hogy ez övék, de hát most mit zavarok, hogy én ott ekébe lecsúszom mellettük? Hát most ez miért zavarja őket? Hát miért nem engednek oda? Nem köhögök le senkit a sípályán. Most akkor egy ilyen sípálya, csak elfértek. Jó, nem megyek hüttébe, nem eszem knoblauch szupét, tehát én ezzel le tudok mondani. Na, de ha te kín vagy, akkor te ezzel. Na, akkor jó, beverek egy knoblauch szupét. De az miért nem engednek ki síelni? Hát ettől nem leszek fertőzött. Se én nem is fertőzök meg senki. Jó, miért mit daráznak ezek? Érted egyébként, hogy ilyen 3-5 fős, vagy nem tudom, 8 fős ilyen turistaházakat miért nem lehet egyébként bérelni? Vagy hogy miért nem tudsz ilyen helyekre menni Magyarországra? Azért, mert akkor már bemész a boltba, bár bemész a mindenhova. Így is bemész a boltba vásárolni, de hogyha mondjuk a családtag
egy dal, vagy például egy turistaházban, vagy egy ilyen kulcsos házban, vagy egy kis vityillóban az erdő közepén, akkor miért nem lehet legalább ezt odaadni az azért nem lehet, mert nem arra, fogjuk hogy... betartani a szabályokat, mert magyarok vagyunk, és a négyfős turistaházban 24 család lesz érted egyszerre be. Gangbang partival ráadásul. Gangbang partival, úgy is van. Van. Még az a szerencső, hogy ereszt nincsen, érted olyan hosszú. Ki szalad a végén, megint Józsi. Mi szoktuk járni, de hát egyszer akkor... Ti, igen. Jó, értem. Nem jössz velem. Máshogy szórakozunk. Egyedül vagytok. Nem jössz velem. Gangbang party is egyébként. Jó, van. Tessék, a színdátuma már közé van téve. Hát ez... Hát a dátumokat nyilván mindenki kizé, a zenekarokat elkezdik foglalni, persze. Csak olyan szerződést kötnek, hogy mondjuk ez a szegedi ifjúsági napok a szeptember elején szokott lenni, hogy augusztus 30-al te még lemondhatod, mint szerződő. Na de hát szponzorokat kell lekötni, hát alvállalkozókat, tehát ez iszonyatos meló. Hát igen, ez... és iszonyatos bukta lesz abban az esetben, ha nem lehet megrendezni. Óriási felelős. Hát a Sziget már most nincs, az az ki van mondva. Igen, de az más, ugye, mert az külföldi. Külföldiekre alapozunk, külföldi előadókkal, az más, de egy szín. Egy volt, egy ezek... Szak. Ugye, volt szak? Nem, ez addigra nem áll össze a Covid útlevél, vagy addigra nem lesz? Miért tudsz erről valamit? Hát ez most még lesz? Nagyon... Mi van az átoltottsága? Mikorra lesz meg a 60%? Semmit nem lehet. Hát én most megnyugodtam, mert Müller Ceciliát beoltatták, úgyhogy én nyugodtan hajtottam álomra a fejem, láttam Cilinén be van oltva. Én a közeli a felkarjára készült képek alapján azt hittem, hogy megint beoltották Orbán Viktort. Miről összecsipentették a bőrét? Rosszul hát, adták be neki? Kis izé. Hát mert... olyan kis formás fitness kar. Mert a miniszterelnök úrnak rosszul adták be. Igen? Tessék? Hát elmár csak hát, tudják, hogy mit csinálnak titkos ügynök vele. Volt. Ja, azt gondolom nem elég rosszul. De hogy igazából be, ugye ott volt is balé, hogy a Novák Hunor utána mondta, igen, hogy ez nem csippentünk már össze bőrt, igen. Meg nem így adjuk már be. Tehát, mit mondott a Hunor? Ettől Hunor lesz. Hogy le a kálciummal és a homeopátiával veszelek a homeopátiás orvosok. Mit itt a hülye? De hogy beoltották, érted? Beoltották. Most, én megnyugodtam. Na, hát azért neki azért kellett volna elsőként oltatni. Hát a nemzet szilikéje. Tök aranyos volt, hogy így le volt így félig így mesztelenítve a kis karja, és először ránéztem, és azt hittem, hogy harakirit akar elkönni, mert ugye a japán szamurájuk pont így szokták levenni a halkamájukat, mielőtt felvágják a hasukat. Ja, csak egyik oldalra. Igen, az összehatném, hogy ez valamilyen rituális, de aztán beoltás lett belőle. És mi mikor jövünk, gyerekek? Hát én megyek, én oltatok. Ha ezen múlik, hogy csapassam a fesztiválon, én beoltatok. Később, mint mi? Igen. Ja, mert ti közelebb vagytok, igen. Így van. Ti veszélyeztetett korban vagytok lassan. Uh-huh. És a tanárokat miért nem oltják? Miért nincsenek benne az oltási során? Hát ők is veszélyeztetettek. Ez nekem olyan fura. Is. Hát először ugye az egészségügyi dolgozók, aztán a nem tudom kik, és nyilván a tanárok. Így van. Utána, nem tudom. Aztán az oligarchák, aztán a meresek, aztán a tanárok. Hamarabb. Biztos még nem felejtették el nekik a kockás inges hőbörgét. Nem kellett volna kiabálni, akkor leveltás. Nem kellene aztán itt a 110 nettóra fizetésemelést kérni. Nem azért, nem, na, hát azért itt el lehet nem dönteni. Nem is dolgoznak, hát ők fizetésemelés van, vagy oltás van, hát lehet választani. Két kezemet nyújtom, de csak egyiket lehet elfogadni. Nem is találkoznak gyerekekkel, érted? Kóborolnak csak az utcáknak, vagy az utcákon, az iskoláknak a folyosón, és kiabálják, gyerekek, gyerek, sehol senki. Hát ezért miért kapja? Igen. Nem csinálnak semmit valójában, nem? Hát most még olcsuk is őket? Na, hát kérem szépen, hát az hogy lehetett? Hát majd az oltási sorrendben. Hát, oda érkezünk. Én se kértem, csak lefogtak hárman. Na jó van, gyerekek, elmegyünk akkor, jó, a hosszú, hosszú hírekre. Hosszú jó? Fontos. Hosszú fontos, ez 10 perc lesz, 10 perc. Győzzétek kívánni, de jó lesz, nagyon. Így van, megtudtuk egy csomó dolgot a világból. Így van, és aztán jövünk, jó, úgyhogy lehet jelentkezni játékra. Egyelőre izgi áll a hét, nyertetek 2-re, aztán egyenlítettünk 2-2. Ez a 2 pont, 1 pont, ez így szorossá teszi, jó lesz. Ha bírjuk tartani a tempót. Így van, meg hogyha győzzétek kívánni, hogy vége legyen a Schwab regionális híreknek is. Így van, jövünk mindjárt a hírek után, 7:30 van pontosan. Gyerekek, egy kis exudált gabona pehelyes kenyeret, nem? Mindenkiben fogyasz belőle a kilószámra, egészségre. Szerjük, meghagyjuk neked. Nem. Tönköly búzával exudált kenyér, nem? Ó, öcsém, te komolyan vetted ezt a januári tisztítókúrát. Nem tudok nektek ilyet adni? Kicsit túlsan, ha kérünk. Igen, nem fogy mi. Sül? Senkinek nem kell. Egy fűrészporos kenyeret. Mikor én vetted próbálok két meg, hetet? Tegnap. Próbálok meg évek óta egészségtudatosan táplálkozni, ez az egyetlen olyan dolog, amit igazából nem. Erre nem visz rá a lélek, nem. Az extra. A vyázakenyér volt nekem a fal, az a kop, addig el tudok menni, az kell, de ez már... Hmm. De aki szereti, azt fogyasztani nyugodtan.
Tudod, mi van egyébként, hogy ez ilyen krém, tehát hogy ilyen különböző krémeket rákenve, egyébként igen. Finom. De jó. Ott nem, nem ez lesz finom, nem, ott a krém viszi el. Önmagában nem jó, ez önmagában nem jó. Kellene, de hogy kellene erre az állaga. Ezek a fedőrétegek, tudod, mindenféle tekintetben, igen. Tudod, ízben is, színben is, állagban is. Mi az, amit meg tudod enni? Igen. Hát, ha teszel rá valamit. Tegyél rá akkor egy negyed kiló pritamint, egy kis paradicsomot, egy kis paprikát, némi felvágottat. És mibe tunkizod, mibe tunkizgatod? Kérlek szépen, elmondom neked. Az viszont finom. Hogy egy mustáros rukkolás vegapástétomba. A fáját. Mustáros rukkolás. Az egyébként finom, azt én is szoktam fogyasztani. Egy ilyen kis kurkumás, korianderes vegapástétomot szerváltam magamnak tegnap. Kis vizeted? Kastáztam a boltba. Hogy vette. Kastáztam a boltba. Úgyhogy, de nagyon, nagyon finom. Kigyulladt egy kamion Herceghalom Bicska között az M1-esen. Bio küldte nekünk. Igen, ez Bicske után van, egészen pontosan. Győr felé lángokban áll egy kamion. Hogy tud kigyulladni, gyerekek? A fék. Magas hőmérséklet. Köszönöm szépen. A súrlódás. De a fék, vagy a fék tárcsák, hát, vagy valamiféle benzinál folyik, vagy gázolaj, inkább. Nem tudom, nem vagyok kamionszerelő, még. Menj oda, kérdezz meg. Na, haladjunk meg. Ugye, hogy ez eldobott nem érted. Eldobott cigarettacsit, biztos igen. Kipepöckölt egy 1-2-es ladás, ahogy előzött. Tang! Hát nem tudom. Vagy olyan gyorsan vágta ki a ponyomát a migráns. Igen, hogy szikrázott a ponyva. Viszont ez rossz hír, és jobbulást kívánok, ha van sérült, és oldják még minél hamarabb ezt a dolgot, személysérülés nélkül, és az anyagi kár se legyen jelentős, de... Na! Szakadt kint a hó! Óriási! Az tényleg nagyon durva. De január, nagyon durva, január. De ez egy igaz... Jó, oké, értem. Ez egy ilyet ritkán látunk. De ez igazi hó. Ez most tényleg az. Nem műhó. Ez nem csak porcukor az udvaron. Érted? Ez igazi. Meghallgatjuk ma is? Hallgassunk már vele ma is. A Piero? Hozzuk már vissza a köztudóba. Jó, mert ha akarsz dallamtapadást, én adom neked. Tízig ezt fogod dúdolni. Annyi szart lehet hallani. Egyáltalán vagy kevés. Hát nem, pont azt akarom mondani, nem lehet, hogy akkor választunk valami olyat, amit szeretünk. Csak annyi, hogy elmondom, hogy dallamtapadásod lesz. Tehát, az hogy ezt berakom, hogy... az egész udvarcsúba porcukor. Én már nem emlékeztem rá. Megjelenik körtési. Ne arra, hogy... Mert nem társasjátékozom, meg nem. Hallgatok ilyen régi kellemes zenéket, de hogy tegnap tényleg egyébként egy picit beragadt. Jó. Ilyen kicsit így elhomályosult tekintettel jártad a várost és énekelted, hogy esik a hó, az eső. Igen. Igen. Szóval. És aztán gyorsan beraktam a tankcsapdától a bárányt. A bárány? Igen. Mint egy ellensúlyozva. Igen, igen, igen. Tessék, hát velem lehet beszélni. Ez csak így megy alattunk, jó? Majd jó, így szépen. Ez lesz az alázene. Szépen, de hát akkor tegyük a refrén egyből, tehát akkor ne pöcsöljünk ki. Ne. Itt lesz mindjárt, jó? Adjál már a hangot, tesó. De csak a refrén. Jó. Lassú. Ő kicsoda? Nem tudod, de a bánya. Műlecet írja. Ja, nem. Fiatal korában. Esik a hó, az első hó, az egész útba csupa porc, cukor, pici örömmel a szíveknek, de mi a hó, mert ez is tovább állva. Esik a hó, az első hó, az egész útba csupa porc, cukor, pici örömmel a szíveknek, de mi a hó, mert ez is gyorsan tovább állva. Csak jó, mondom, hogy zene Piero, szöveg Piero, előadó Piero. Nem bízta véletlenre a jogi akarosztása. Piero megnézi. Hozzászóló Piero, feliratkozó Piero. Amint az első ungári album. Ez gyerekek, ez elmondom neked, ez egy 90-es dal. Vagy nagyon egy, vagy én mi mondom, ez általános iskában énekeltem. Tehát ez ilyen 92, 93, 95, nagyjából ez ott születhetett. Piero kezdeti munkássága. De hol énekeltette ezt? Az általános iskolába. De buli volt, vagy ezzel fölléptél? Dúdoltuk a folyosón. Nem. Esik a hol első hó. Dogára. Igen. Amikor persze, ezzel vigasztottam magát, amikor nem választották ki kidobósnak. Igen. Szakíts a bírsz, ha versz a tudzba, hanem én voltam a csapat kapitány. Akkor mindig... szomorúan kiment az udvarra, és akkor ott pörgött. Igen. Azt szóltak neki, hogy ne csináld meg múltkor, és elhánytad magad. Nem, igazából akkor volt, mikor a lányok nem simiztek velem. Tehát igen. Akkor... Igen, simi. Nagyon szeretem ezt a simiszt, ezt a forgós játékot, és akkor, ha nem simiztek velem, kimentem, és a sarokba elénekeltem. És akkor oda a sagybácsi a fűtés megvigasztal. Megmutatna német brikett. De jó. Szívek, de jó. Mint egy nagy a szájaknak. Ez egy jó dal. Jó dal volt. Mi van, teljesztek a hitvégül? Kedvelem Pierrot. Tudom. Kedvelem Pierrot egyébként, jó srác.
Na jó, a gyerekek. Azt is kedveled, úgyhogy. Ez igaz, hogy én nagyon sok mindenki tudok kedvelni. Egy-egy ilyen dal, és már is látod. Na itt van a játékosunk, haló, jó reggel. Jó reggelt. Hello. Te kis csiringelő hangod van, szia. Emese. Sziasztok. Hello, Emese, szia. Honnan hívtál minket? Budapestről. Budapestről, és mivel foglalkozol? Mosodában dolgozok, egy idősek otthonában. Oltottak már nálatok is? Mosoda egy idősek otthonában. Akkor te is az első között kapsz majd oltást, igen, ugye? Vagy igen. Már be is oltottak? Már megkaptuk az elsőt. Igen? Leszel a csajom. És mit kaptál, azt tudod? Mit kaptál? Hát Pfizert. Pfizer! Ó, hát az akkor az hát komoly. Az abó volt sok. Picit zavaró volt rajta a sarló és kalapács, de... Igen, de azt áthúztak egy kíros fincel, le volt. A Lenin arckép át volt rajzolva. Igen. Putin arcképre. A Sputnikból a Sput ki volt húzva, hogy csak nyík legyen. Ez hasonlít a Pfizerhez. Na és hogy vagy? Jól. Mikor kaptad meg? Hát előző hét szombaton. Tünet, valami az kis igen. Apróság, semmi szúrás, semmi? Nem volt, senkinek semmi. Hát akkor te már tök jól van, és most akkor mikor kapod a következőt? Hát egy 3 hét. Nagyon jó, és mit mondanak, meddig ad védettséget? Tudom, nem kérdezted? Hát mint 3 hónap, nem. 1 hónap, fél év, te egy nem, év. Egy évet mondanak egyébként a Pfizer-es esetében, igen. Nem kérdeztem, az a lényeg, hogy megvan. Tök jó. Hát tök jó, persze. És nénik bácsik már megvoltak? Már nem már úgy, úgy. Nem úgy, hogy kipakoltad a szekvényüket, amíg aludtak, vagy valami. Ráütés annyi bácsira, nem így, hanem hogy... Hát aki kérte, ja, mert volt, aki nemet mondott? Igen. Milyen bátor? Hát nem, 90 évesen már. Milyen mindegy. Bátor? Veszélyeztetett, idősek otthonában van, végig söpörd az idősek után, nekem és azt mondja, hogy 80 és Pista bácsi, hogy húzatok innen a fenébe, én nem oltok. Nem? De jó, értem, hogy kérted. Amikor olyan kis fölgyek bobáztok, én akkor szemettem be a picsébe. Inkább a napi feleség, igen. Az segít. Na, hát. Jaj, Emese, hát akkor nagyon szép munkád van neked azért, mert ez egy idősek otthonában. Hát a mosoda. Ám mosoda, keveset találkozol velük. Hát igen, keveset. Viszont a lepedők. Na mindegy. Kivel játszol a nevese? Balázsra. Jaj. Hogy bajba vagyok. Jól van. Oké, figyelj, akkor indítjuk az órát, jó? Jó. Jó játszol, Emese? Nem tudom, nem játszottam. Soha nem tesztelted valami Demes 80-asat? Na most álljunk. Tudom, hogy visszamegyek vagy. Egy fekete féléged nem, micsoda? Igen, kérdezik Pista bácsi. Ez az ésakorban nincs vagy, csík. Így van, ugrott a reggeli vacsora, és a holnapi fürdés. Elnézést az elmúlt perceket, a most következő kérdés. Na jó van. Na jó, hoki, hát akkor menjünk, jó, Jani? Hoki, azt mondtad. Oki. Oki. Jó, oké. 3, 2, 1, fire! Na, itt vagyok. Itt vagy, Emese? Itt vagyok. Izgulsz? Itt vagyok. Izgulsz? Izgulok. Készültél a játékra valahogy? Sehogy nem készültem. Sehogy nem készültem. Ott volt a tiltott szó, sehogy. Mi történt, Emese? Hol zavarodtál meg? Hol vesztetted el a fonalat? Pont felkelt a gyerekem. Fölkelt a gyereked? Ott van veled a mosodában, Jézusom. Ekkora a gyermek? 2,5 éves. Két és fél, fölriadt, hogy anya vonalban van Balázsék, hát erre a gyerek is fel akar kelni. Anya, nagyon dudodalodik a karod, ahol beoltottam. Hajja, Mese, hát akkor nincs ajándékcsomag, sajnos. Nincs, sajnos. Köszönöm szépen. Jó, egy gyermeked van egyébként? Igen. Jó van, és ma mész dolgozni? Igen, most készülődök. Most készülsz dolgozni. Jól van. Hát akkor vigyázz magadra, köszi a játékot. Ciao, Emese. Szia. Puszi. Hello. Hát gyerekek, hoztam. És még így se tudtatok nyerni ezen a héten. Igen. Hallgattok, hogy 2 pontot adunk a győzelemért, mert 3-2-re vezetünk. Hát de még ha holnap nyernek, akkor 4-3. Úgyhogy azért ne kiabáld el annyira. Igazad. Én nekem pénteki hangulatom volt. Én nem tudom, hogy számolsz. Én olyan hátra dörtem. Én nem tudom, hogy számolsz, de holnap behozzák azért a sima 4-3. Imádom egyébként. Pedig nem vagyok erős matekból. De mert nekem péntek van, mondom. De ezt most úgy kijelentettem. Majdnem megkajáltam én is. Az összezavarás nagy mestere vagy. Tényleg, tehát, hogy az látom. Én már elvégeztem az aktamunkát holnapra, tudod? Én így pillanat lefagytus, elkezdtem gondolkodni rajta, hogy vajon... Igazad van. Csak nem lehet.
Micsoda adok kapok írja Attila. Hát oltottad rendesen. Hát nagyon. Igen. Az operatív törzs nem volt ennyire, hogy én oltottam. Bekóstoltad. Jó, most olvastam az izraelieknél, olvastátok? Hogy valami brutálisan jó statisztika. Nagyon jók. Nem is az átoltottság, hanem hogy hogyan fertőz, hogy most jönnek már ugye az első adatok, igen, megkutatások. Pont a Pfizer vakcináról olvastam egy nagyon durvát, hogy mennyire hasznos azoknál is már, akik egyébként nincsenek beoltva. Beoltották őket. De majd erről beszélünk. Rabbi is mit nyilatkozott, érted? Az lehet, hogy már mellékhatás volt, ugye? De ő a Sputnikot kapta valószínűleg, és ezért nyilatkozott arról, hogy aki beoltanak, az meleg lesz. Na jó, van, jövünk mindjárt, jó? Akkor hívjuk Norbit, felhívjuk Lövenbe Norbit, jó? Csak hogy egy picit reménykedhetünk-e, mit tudnak? Hát azért ő mégis közel van a tűzhöz, fesztiválokat szervez, nagy magyarországi fesztiválokat, ugye hát nem is kell nagyon Norbi bemutatni. Kíváncsiak vagyunk, hogy ők hogy terveznek? Mert ahogy ők terveznek, úgy talán mozoghatunk egy kicsit mi is. Vagy kezdhetjük magunkat beleélni dolgokba. Vagy kezdjük elhinni, hogy lesz tavasz, lesz nyár, lesznek fesztiválok. Ha nem is külföldi előadókkal, de hát azért ők már biztos valamennyire kell, hogy mozgolódjanak, vagy kell, hogy tudjanak valamit, vagy mondanak nekik valamit, hogy mire számíthatnak, nem? Most lélegeztetnek fel azok az előadók, akiknek eddig nem volt hely az ilyen fesztiválon, mert nem jön a külföldi előadó, tehát már most a következő órában elkezdhetsz korteskedni egy Piero koncertért. Hát itt most megy mindenki. Itt még az Akela is újra összeáll, hogy koncertezen egyet. Csak legyen buli. Itt mindenki elindul. Ha a főnök meghallja, hogy mit talál egy lehetőség, akkor végre. Igen. Értem. Na jövő mindjárt, a hírek után 2 perc, pontosan 7 óra. Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! 7 óra után 11 perccel itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, drága hallgatók! Hol van Jancsi? Jancsi, megy havat nézni, vagy lapátolni. Szeretném megvédeni a közútkezelőt. Na. Kint volt a egészségügyin. És? 2 az udvaron. Oda gitteltél az udvarra? Igen. Ja? Ja, oda szoktam, nem vetted még észre. A sarokba minden nap. Rajzol a Jani havat a Istenem, a biztos teraszra. A rajongóinak a megőrül. Kis Insta oldalára. Tudod, jaj, tudom, puncsol megint. Hasonvoda. Na, és 2 darab hókotról leeresztett hólapáttal. Nem, nem csak úgy, 2 láttam. Itt vagyok, csak játszottam kint a hóban. Jaj, tudjuk, Instára dolgoztál. Nem, múlva küldtem egy szívet, amiből írtam, hogy Anyika. Annyika, de pisilve. Igen, de azt nem megcsúsztam, és eltoltam féletlenül a felé. Jó, hát gyerekek, szakad a hó. Szakad ki? A hó. Szakad a hó, gyönyörű hóesés. Nézzétek. Van. A skorpa az más, ami a férjőjön, az tök már. Az nem jár, az igen, csak egy erős skorpa. Pont kéne váltanom. Igen, az más fogja leszedni, nem a meleg. Szóval láttál hókotról? 2. Kettő, egyik jött le itt a szembe lévő utcából, az nem tudom, milyen utca, a másik pedig ment a hegy alján, leeresztett lapáttal, mind a kettő. Úgyhogy... Érdekes, az egyik hátrafele ment, abból az irányból, ahova a másik ment elő. Üzenjünk nekik? Hát a küzenjünk nekik, nem? Küldjünk nekik, hogy mit csináljunk. Hát, hogy jobb, megjön a meló. Túrjad a havat, meg a nyádat! És szép napot! Jó, de gyerekek, szegények. Hát ne felejtsétek el, esik a hó! Gyönyörű, olyan szép. Szeretem, hogy jössz a dal. Az első hó. Isten, de jó. Olyan dallamtapadást csinálok az egész országnak, megőrültök. Mindenki ezt fogja énekelni egész nap. Gyűlölni fognak. Ja, egyébként tényleg szép. Na, egyébként az volt tényleg szép. Szóval ez most ilyet ritkán láttuk már itt Pesten. Ez gyönyörű. Nem tart sokáig, de ez most tényleg klassz. Tehát magasabban ez... fekvő helyeken, például Feri vállán meg is marad. Így van, vigyázok rá, beülök a hűtőbe. M1 Bécs felé kamion miatt teljesen beállt, aki tud hajtsó le, legkésőbb Herceghalomnál. Igen, ott lángol egy kamion, ez van. Ezt többen is elküldtétek, úgyhogy az M1-esen nagy a baj, kifelé, Bicske előtt. Teljesen beállt a lángoló kamion miatt. Ott valószínűleg útzár is lesz, úgyhogy próbáljatok kerülni. Az M1-esen, ha valaki megy, akkor vigyázzon. Jó, 10. kerület keresztül jut, most tolta telibe sóval az autót a hókotros Krisz küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na, az nem só. Hanem? Búzadara? Mit szórnak? Ez jó. Nem, most már sóval nem szórnak. Nagyon hát... Jó. Ja, bocsánat, csak elterődött a filmekben egy kis televízió műsor, kellemes táncos hölgy, és úgy tudom, hogy most éppen... Facér? Úgy van. Bizony. Él, így van. Elmegy a facér. Most hazajön a facér. És ő szakított, nem? Vagy nem? Ő váltak. De, váltak.
szegény Lacitól, Sánta Lacitól. Igen. Most mi szegény? Hát mert elvált azért, mert őszintén. Jó, elvált, hát sajnálom, együtt érzek vele, hát azért az biztos, hogy rosszunk. Mondjuk ez már régi sztori, tavalyi. De hogy ez az egyik, a 2020-as nagy válás volt az ő válás. Vagy 2019? Nem is emlékszem. Nem, 20-as, tavaly. Na, utána járunk, gyerekek, lesz egy... Persze, igen, hogy lesz-e nagyszínpados Piero. Lesz-e nagyszínpados Piero, lesz-e nyár. Felhívjuk a hazai fesztiválzolók koronázatlan királyát. Igen. Nyugi, csak vépjegyek rajta. Ja, tudom. Nyomjad még. Azt az embert, aki egyszerre tartja össze a hazai fesztiválokat, egyszerre szervezi, egyszerre irányítja, diszponálja az összes előadót, aki nélkül nincs fesztivál. Uh-huh. Szóljatok, ha megvan a vibbelépő. Jó. Még egy kicsit erre tenni kell. Aki azt is tudja, hogy mi nem lesz, és mi lesz 2022-ben. Akinek csak országból csak egyedül neki veszi fel a telefon Jason Derulo és Marshmello. No, te vagy az Tiesto a kedvencei között van. Így van, akinek a tenyéréből eszik Robbie Williams, akinek az alkarjáról szív Coolio. Így van. Aki többször meghívott a saját nyaralójába Balatonra. Idén talán el is fogadom. És végre elmegyünk, mert jó évek óta szeretnénk összehozni egy balatoni találkozót. Na, itt van velünk Lóben vagy Norbi. Hello Norbi, jó reggel! Hello. Hello. Sziasztok, jó reggelt kívánok! Hát sajnos becsörögtetek, és nem hallottam, hogy méltató szava. Basszus! Várjál, eltolja még egyszer! Figyelj, nem, elküldöm ezt most ki, ezt kap egy e-mail címet és küldöm. Legalább részét, azt hallottam? Az pont kivarad. Úgy feldiszkóztalak, hogy senki. Na, figyelj, hát egy kis körkapcsolás, vagy egy ilyen kis, nem is tudom, kitekintés így tavaszra, nyárra, koranyár, hogy hol tartotok, vagy mit mondanak most, mit hallotok, mennyire kezdtétek el lekötni a zenekarokat, mi lesz szerinted? Hát nagyjából érdemes kétfelé választani ezt a témakört, hiszen nyilván most már mondhatom, hogy az elmúlt év is arról szólt, hogy folyamatosan esélyeket latolgattunk, de hát most 2021 kapcsán se változott a helyzet. Tehát egyrészt mondhatom azt szerintem nem csak a saját nevünkben, hanem a magyarországi fesztivál szervezőkkel, akikkel én kapcsolatban állok, tulajdonképpen majdnem az összes nagyobb fesztivál, kisebb fesztiválok szervezőivel is sokat beszélgetek. Mindenki úgy készül, hogyha igen lesz a helyzet, akkor készen álljon arra, hogy idén meg tudja rendezni a fesztiválját. Viszont, hogy ennek mekkora esélye van, azt pontosan annyira tudjuk, mint bárki az országban. De ilyenkor már nektek azért el kell kezdeni lekötni őket? Tehát, hogy megvannak a dátumok, megvannak a előszerződések, vagy milyen opciószerződés, hogy esetleg lemondhatjátok. Szponzorokat kell találni, tehát hogy azért ez egy nagyon nagy meló. Hát most, ha megkapjátok májusban az engedélyt, azt nem lehet összerakni. Persze, hát aki irigyelni szokott minket, az általában azzal a kérdéssel talál meg így február-március környékén, hogy ti mit csináltak egész évben, gondolom egy hónapig tart, mire összehozzátok a nyári fesztivál, aztán utána a szabadság van. Azért egy közepes méretű fesztivál szervezése is fél egy éves munkát jelent. A mi esetünkben mondjuk a Volt, Strand, Sziget, Balatonszandot említeném, amikor zajlik a fesztivál, már benne vagyunk abban, hogy a következő évre szerződtetjük a fellépőket, szponzorokkal tárgyalunk, és így tovább. Ez még idén sincs másként, tehát a 2021-es fesztivál kapcsán is. Nyilvánvalóan nem járunk be az irodába, de mondjuk a fellépők, a line-up, a program az ugyanúgy áll, mint szokott egyébként január környékén, tehát nagyon jól. Nagyon sok olyan nevünk van, akiket örömmel bejelentettünk volna. Csak akkor, amikor november táján eljött az az időpont, amikor be szoktuk jelenteni, amikor szoktuk kezdeni az early bird jegyelővételt, akkor azt mondtuk magunknak, hogy hát ennek semmi értelme, most ki az, akit rá tudunk beszélni, és miért szeretnénk rá beszélni a közönséget arra, hogy vásárolj karácsonyra, légy szíves fesztivál jegyet, aztán meglátjuk, hogy lesz-e. Hát ki meri megvenni, ja. Igen. Hát a fellépők az még így viszonylag tiszta számomra, hogy azt mondod, hogy ha lehet, akkor lesz koncerted. De mit tudsz mondani egy szponzornak, aki ott áll több millió forinttal, hogy megtámogasson egy ilyen fesztivált, hogy azt most adjátok ide, srácok, azt ha nem lesz, akkor visszafizetjük? Vagy ott az hogy működik ez a része? Hát szerencsére nem egy vákumban élünk, tehát azért a szponzoraink, a technikai alvállalkozók és mindenki más tisztában van azzal, hogy mi a helyzet. Inkább azt látjuk egy nehéz ügynek, hogy hát azért annak érdekében, hogy egy fesztivál rentábilis legyen, jól működjön. A kollégáim azért napi szinten járnak normális esetben szponzorokhoz, annak is érdekében, hogy minél több támogatót szerezzünk. Nyilván ezt most nem tudjuk megtenni, és nincs is nagyon esély arra, hogy most valakivel érdemben arról tárgyaljunk, hogy milyen helyszíni programot találjunk ki közösen. Ezért abban bízhatunk, hogy a hosszú távú megállapodásaink, azért jó néhány ilyet említhetnék, ha nem egy rádióműsorban lennénk, hogy kikkel és milyen formában, azok élnek, azok a partnereink készülnek is arra, hogy végig csináljuk közösen.
és hát a tavalyi évből tanultunk, amikor láttuk azt, hogy mondjuk a Strand Fesztivál volt az utolsó fesztiválunk augusztus végén, amit júliusban kellett lemondani, hogy közösen vált-válnak vetve azon küzdöttünk, hogy ha igen lesz a válasz, ha a tömegrendezvények lehetnek Magyarországon, akkor közösen velük el tudjuk indítani. Most nyilván kell, hogy egyeztessetek a kormány közeli emberekkel. Van egy deadline-otok? Tehát van mondjuk egy május időpont, amire azt mondják, hogy gyerekek, addigra kaptok egy választ, vagy június, vagy április végére már mi is látjuk, hogy áll a járványhelyzet. Meg tudjuk majd nektek mondani, hogy tudtok-e készülni, vagy nem. Van egy ilyen időpont, amikor valamit kimondanak? Mi most magunknak több deadline-t állítottunk fel, olyan forgatókönyveink vannak, hogyha április környékén derül ki, hogy elindulhatunk, akkor hogyan indulunk, milyen kommunikációval, milyen stratégia szerint, ha júniusban, akkor mi történik, ha még később, akkor is nyilvánvalóan van, amivel el tudunk indulni. Hát itt ami érdemes látni, hogy a mi portfóliónkban szereplő fesztiválok közül a Sziget és a Balatonszand az nagyon kitett annak, hogy külföldről tudnak jönni vendégek, nem is elsősorban a fellépők, nyilván az is nagyon fontos, de ha nem változik a helyzet, már pedig legyünk őszintén, nekem nagyon úgy tűnik, hogyha januárban még ilyen szinten zárva van a világ, akkor azt a szintű több tízezres vendégsereget, akik a világ minden pontjáról érkezni szoktak Magyarországra a fesztiváljainkra, azt nagyon-nagyon nehéz elképzelni, úgyhogy ezek a fesztiválok vannak ilyen szempontból a leginkább bizonytalan helyzetben. A fellépőket ugye sokan kérdezik, hogy velük mi a helyzet. Fura módon ők rendelkezésre állnak. Én nem tudnék még egyetlen egy olyan fellépőt sem mondani, aki a mondjuk nagyjából 100 külföldi fellépővel állunk kapcsolatban, aki lemondta volna már a fellépését. Ez egy dominóként indult el tavaly is, tehát akkor, amikor néhány turné már elmarad, akkor egyszer csak bejelentkeznek az ügynökök, hogy inkább halasszuk el, vigyük át egy évvel későbbre. De a Sziget, az ki lett mondva, hogy nincs? Vagy még a Sziget is dilemma esetleg, hogy talán megtartható? Még mindegyik kérdéses, még egyetlen fesztivált sem mondtuk le mi sem, és Magyarországon még nem tudok senkiről. Olyanokat tudunk nyilvánvalóan kisebb fesztiválok esetében, főleg olyanoknál, ahol kizárólag magyar fellépőkről beszélhetünk, hogy két időpontban gondolkodnak, mondjuk egy júniusi, meg egy augusztusiban, bízva abban, hogyha esetleg nyár elejére még nem lesz jobb a helyzet, hát nyilván át kis gyakran téma, tegnap is hallgattam az oltakozási kedv kérdése, meg lehetőség. Én azért nagyon-nagyon fontosnak tartom, és elég nagy csalódás számomra. Ugye a tavalyi év az nagyjából azzal telt, hogy mindenki a vakcinát várta, és majd ha lesz, akkor minden szuper lesz. Most ahhoz képest nagyon meglep, hogy milyen arányban mernek, akarnak a magyarok részt venni ebben a programban. Mi egyébként ezt fel is szeretnénk mérni, így a MOL nagyon balatonos kollégáimmal dolgozunk rajta, hogy arra sok-sok balatoni fesztivál résztvevői közül potenciális résztvevői azért nagyon színes korosztályról beszélhetünk. Milyen arányban mondanák azt, hogy ha ez a feltétele egy fesztiválon való részvételnek, akkor vállalják el? Hát én azt remélem, hogy igen. Erről kaptatok már valami infót, hogy valószínűleg Covid útlevél lesz, vagy QR kód, vagy mit tudom én, negatív PCR tesztet mondanak valamit, hogy nyilván 10 embert valahol beengedni, ezért ez nem fog simán menni. Tehát ott még nem tartunk. De hogy milyen keretrendszerben tudtok majd mozogni, vagy nektek miben kell gondolkodni? Nekünk sincsenek ilyen jellegű infóink, inkább figyeljük a világot. Ugye a kollégáim napi szinten egyeztetnek azokkal a nemzetközi fesztiválokkal is, akikkel mi kapcsolatban állunk, illetve nyilván az itthoni piacon is sok mindenkivel, és hát ez egy gyakori kérdés az olimpiától a foci meccsekig és a fesztiválokig is, hogy ezeket milyen szinten fogja érinteni ez a kérdés, kötelező lesz-e vagy sem. Én azt gondolom, hogy mindenképpen egy nagy biztonságot adna, hogyha vakcina, illetve oltáshoz kötnék sok esetben a tömegrendezvényeket. Hát addigra már egy korosztály beleszóltva, tehát hogyha esetleg Korda Gyuri bácsékat is felléptetitek a Balaton Szándon, szerintem lesznek. Így van, tehát 70 pluszban már mindenki átoltott lesz. Igen. Meg kell fordítani a sorrendet, kicsit a line-upot át kell alakítani, hogy az oltottak már mehetnek. Jó, de az délután 4-től vagy 5-től van a fő koncert. Volt olyan előadó Magyarországon, aki lemondta, hogy fél elmenni, vagy azt mondta, hogy figyelj, még nem tudom, mennyien lesznek, sok ember, félek, nem biztos, hogy megyek, írjatok be, de nem tudom, vagy mindenki nagyon szívesen, azonnal. A lekötöttek között nincs ilyen, nyilván, hogyha magyar előadókról beszélhetünk, akkor ők úgy várják, mint a messiást, hogy végre elinduljanak a fesztiválok, illetve klubkoncertek, bármi más. A nemzetközi vonalon pedig hát a 2020-as elmaradt koncertek, turnék kapcsán két verzió lépett életbe. A csapatok egy része azt mondta, hogy ha szeretnénk, ők szívesen visszajönnének 2021-ben, és így kötöttük meg a szerződést. Van, aki viszont azt mondta, hogy eleve a 2021-es évet törli a naptárjából, olyan szinten bizonytalannak érzik, hogy inkább ne tervezzünk velük, ők se terveznek semmit. Hogy ők törölték is magukat. Aha. Sok ilyen zenekar van, ami portfóliumban kevés.
Ha egy komolyabb pénzösszeget fel kéne tenned, akkor mire tennél? Arra, hogy lesz buli és lesznek fesztiválok, vagy szerinted most nyilván a te szádból lesz furcsa, vagy hát persze nyilván elbizonytalanod sokakat, de most csak mint magánember kérdezem. Vagy arra tennéd, hogy gyerekek, mindent megteszünk, de nagy eséllyel lehet, hogy semmi nem lesz. És a pénz a tied, nem a Kft. Természetesen. A Kft. Elmentem be az évbe. Mit mondod? Hogy gondolod? A túlzás lenne azt mondani, hogy minden nap máshogy kerekszol, de mondjuk minden héten kicsit másképp. Én azt érzem a leggyakrabban, hogy idén nyáron azért már lesznek tömegrendezvények, de abban szinte biztos vagyok, hogy nem olyan formában, ahogy azt várjuk, vagy vártuk. Tehát azok a sok tízezres, sok nemzetközi turistával megvalósuló programok, azok én azt gyanítom, hogy idén még jó eséllyel ki fognak esni, de ez valóban a személyes saját tippem, hiszen mindenki azon dolgozik, és hogyha körülnéztek a nemzetközi naptárban, akkor mondjuk Ausztriában egy meglehetősen nagy a Novarock Fesztivál júniusra teljes line-up-bal jegyelővétellel dolgozik ezzel, a rock elpusztíthatatlan jelszóval, ők hívnak abban, hogy addigra már béke lesz. Hát a Guns N' Rosesnál láttam, két hete mondtam, hogy lekötött koncertjék vannak, én nem is tudom, talán Szingapur vagy hol látta, valahova mennek, már árulják ők is a jegyeket. Nagyon sok zenekarra vagy kapcsolatban, Norvi, tudsz olyanról, aki bedobta a kulcsot, felosztott és elmentek valami hétköznapi munkát csinálni, vagy egyszerűen nem bírták ki ezt az egy évet, és azt, hogy nem tudnak újra összeállni, vagy nem folytatják, vagy mindenki munkát talált és feloszlottak? Olyanokról tudok, akik átmenetileg kerestek maguknak más munkát, és nyilván alig várják, hogy folytathassák. Olyanokról szerencsére nem a profi mezőnyből, hogy úgy mondjam, tehát akik ebből élnek, nyilván az egy más szint, akiknek a hobbija és szombatonként szabadságon van, vagy a hétvégét kihasználva elmegy valahova fellépni. Tehát a nagyok úgy látom, hogy kivétel nélkül azon vannak, hogy folytassák. Az egy más kérdés lelkileg, most az anyagi részét egy nagyon picit zárójelbe téve, hogy látom, hogy egy karrierben micsoda törést jelent azoknak a fellépőknek, akiket az életet ad viszi előre őket a pályán, hogy várják az arénakoncertet, a hétről hétre klubokat, a fesztiválokat és sok minden más. Azért egy évig közönség találkozás nélkül nagyon-nagyon nehéz kihúzni, és akkor azt hiszem, hogy optimista voltam, hogyha egy évet említettem. A kialakult helyzetre való tekintete, alkupozícióban vagytok most pénzügyileg, vagy arra mondjuk lehet számítani, hogy például olcsóbban kell adni bérleteket, mert hát mindenki rottyon van itt az elmúlt egy évvel, csomó ember elvesztette az állását, mindenkinek pénzbe került ez a pandémiás helyzet, mondjuk, hogy olcsóbb lesz a bérlet, vagy a zenekar azt mondja, hogy figyeljetek, srácok, mi kimaradt most egy év, de ugyanannyi. Örülünk, vagy ugyanannyi, vagy örülünk a kevesebbnek is, tudom, hogy nektek sincs. 5 Sputnikért eljövünk. Igen. Két Moderna, 5 Sputnik és 3 Pfizerért ott vagyunk. A kissátras előadó. Ez a kérdés is kettős. Egyrészt a nemzetközi sztárok esetében volt egy olyan hullám az első hullám vége felé, amikor az merült fel az ügynökökben, hogy a következő évet némi kedvezménnyel vállalnák el, hiszen nem lehet tudni, hogy a közönség tud-e, mert majd milyen számban részt venni koncerteken. Azonban ez egy idő után megfordult, és azt látták, hogy azokon a piacokon, ahol erős fesztiválok vannak jelen, ott egymásra kezdtek licitálni továbbra is, ahogy ez lenni szokott a fesztiválszervezők, ezért nagyjából stagnálni kezdett a gázsik színvonala. Hogyha a jegyárat nézzük, ott pedig egy olyan sajátos helyzetbe kerültünk, ugye a közönségtől azt kérte majdnem minden fesztivál szerte a világon, Magyarországon is, hogyha megtehetik, akkor tartsák meg a jegyüket, váltsák át 2021-esre, és éljenek azzal a lehetőséggel, hogy újra részt vehetnek a fesztiválokon. Ez egyben azt is jelenti, hogy tudhatom, hogy hálásak a fesztiválszervezők a közönségnek, hiszen ez likviditás szempontból egy nagyon nagy segítséget jelent. Nyilvánvalóan tavaly már egy bizonyos időszakig mindenki eladta a jegyeit, tehát mondjuk így február-március környékén még lehetett jegyeket kapni, tehát a legolcsóbb jegyek már elfogytak. Így nem mondhatjuk azt 2021-ben, hogy hát most akkor visszaugrunk, és ugyan megvetted a jegyedet, megtartottad, jó fej voltál, 2021-esre váltottad, de ha visszaváltottad volna, most olcsóbban vehetnél. Úgyhogy mi arról a szintről indulhatunk, ahol tavaly márciusban abba hagytuk a jegyértékesítést. Hát nagyon kíváncsiak vagyunk. Nyilván most még senki nem tudja igazán, hogy mi lesz, de nagyon drukkolunk. Már nem csak azért, hogy ott legyünk mi például magunknak, hanem az egész országnak, meg a fesztiváloknak, meg hát azért jó lenne tényleg, ha minden visszatérne a régi kerékvágásba. Azért ez tavaly nagyon hiányzott. A zenei szakmának, az embereknek, a zenében dolgozóknak, hogy ne? Hát egy komplett iparág térdet lesz, szóval, hogy ezért ez elképesztő. Elképesztő. Nagy sok volt. Egy üzenetet muszáj átadnom nektek, hogyha már beszélünk rádióval, aztán régen beszéltük, hogy tavaly, nem tudom, emlékeztek-e a Volton Balázs a fesztivál előtt mindig az egy problémát jelent, hogy a környéken lakókkal meg kell beszélnünk, hogy milyen zaj lesz, hol engedjük be a parkolóba az autókat, és így tovább.
sok vita után sikerült mindenkivel megállapodni. Majd a fesztivál után, képzeljétek el, kaptam egy messenger üzenetet az egyik lakótól, hogy nagyon hálás, mindent megoldottunk, de küldött egy videót, és nagyon szeretné, hogyha átadnám Sebestyén Balázsnak, hogy máskor ne az ő kertébe szálljon le helikopterével, mert itt a zavaró, amikor... Nem mondok erre semmit. Ezek legendák, ez kacsa. Sem megerősíteni, sem cáfolni. Nem volt ilyen. Nincs is neki helikoptere, hagyjad, már ismerjük a gépparkot. Nem történt ilyen, összekevernek Tiestóval, nagyon hasonló. Nem tudtunk beazonosítani, de a helikoptert valóban láttuk egy kertben leszállni, leszakítva a faágatot. Én úgy volt, hogy messzebb szállunk le. Nekem a pilóta azt mondta. Jött egy léglökés, és ezért kénytelenek voltak letenni a garázs mellé. Igyekszünk ezt diszkrétebben csinálni jövőre. Egy kicsit elnéztük a leszálló pályát. Norbi, beszélünk, vigyázz magadra, köszönjük szépen! Sziasztok! Csáó, köszönjük szépen! Oda fújtasz! Pedig olyan így alakult. A basszus, volt egy passzát szépen, befújt oldalra. De biztos nem veszik? Fogd meg a sörös. Bárhova. Csomóan azt hiszik, hogy hűlünk, és ez maradjon is így. Fél nyolcan volt. Ez vicc volt. Jövünk mindjárt a hírek után. Na! Balázsék a Rádió Egyen! Bocs, gyerekek, nem tudtam ezt most meghallgatni. Olimurstól elnézést kérünk. Tényleg, de most egyszer mennünk kellett. 3-4-8 lesz pontosan. 4 perc múlva itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk kicsit mindenkinek. Én aludtam el, mert igazából el se kellett, hogy induljon a dal. De ennyi után már fizet az Artisius. Amikor meghallgattam az első két másodperc, már én is éreztem, hogy el se kellett volna, hogy induljon. De nem volt egyébként nagyon kellemes, csak nem annyira kellemes, mint az a másik dal, a Porcukros. Istenem, szakad még gyerekek, szereti. Gyönyörű, hát ez persze. Gyönyörű, hát ez komolyan mondom, hogy ez gyönyörű, hát akkor... Esik még mindig? Nagyon esik, nagyon. Gyönyörű. Csináltam is egyébként, fölmentem a tetőre, gondoltam, hogy kihasználom a lehetőséget, még nem csináltam ilyet, csináltam egy havas szelfit. Nem, nyilván nem csináltam havas szelfit. De majd megnézzük a... Mit? Nem, igen, de találkoztál Herikkel, vagy hogy? Persze, csináltam, nézd meg. Igen? Hát, hülye. Csinálj, ha annyira tudtam, hogy találkoztál Herikkel. Simán ott van. És a hülye maga elé vette havas Heri képét, és csinál. De hogy összetettem azonnal? Mi mondom? Vág az eszem, mint a borotva. Szakad az egész tetve. Rólad a vízként leszaladtam, nem jár a lifta. Két emelet lefölt. Gyönyörű. Kár, hogy elolvad, de ez most nagyon szép. Na, emlékeztek az Audisra, akivel beszélgettünk, hogy nem? Akiről beszélgettünk. Próbáltuk megfejteni, hogy miért van az, hogy valaki a kompot keresi, de ugye hát nem. Jaj, tényleg. De meg is találta. Megtalálta, igen. Csak hát nem volt ott a komp. Igen, nem komplett módon ugye beleszaladt a Dunába, és 60-nal hajtott, aztán azt mondták, hogy a kompra akart ugratni, azt hitte, hogy ott van a komp, nem volt ott a komp. Mit jelzett neki a GPS? Miért megy valaki 60-nal bele a folyóba úgy, hogy ott kompnak kellene lennie? Hosszasan találgattuk, de végül is úgy gondoltuk, hogy sikerült megfejtésre jutnunk. És képzeljétek el, ez annyira szeretem az ilyet, hogy mindenhol vannak hallgatóink, mert hogy bejelentkezett a tulajdonos, hogy ő ehhoz eljutott, hogy róla beszélünk, meg az ő fia vezette az autót, ő is ott volt a kocsiba, és hogy szeretne megszólalni és elmondani, hogy mi történt. És hát azért rövid lehetőséget azért adjunk neki, azt gondolom. Persze, nem? Mert azért olyan klassz, hogy valaki hall bennünket valahol, vagy szólnak neki, hogy figyelj, Balázsék, rólad beszéltek, és akkor ő egy e-mailt veszi a fáradtságot, hogy rólam beszéltetek, mi szakadtunk bele a Dunába, a kablakon kellett kimászni, nem volt ott a komp, azt hittük, hogy ott van, hosszasan leírja a történetet, és szeretné ezt elmondani adásban. De ez tök jó. Ez tök jó. Már nagyon azért szépeket is, mert találtunk ki, de nézzük a valóságot. Igen, mert hogy általában ugye, amit olvasunk, vagy amit hallunk így a rádióban, meg látunk a tévébe, hát sokszor nem igazán úgy van, ahogy valójában történt. Oké, de mi ugye józan paraszti észre egyfajta gondolat mellettem, végig vittük az eseménysorozatot, hogy mi vezethetett oda, hogy ott te 60-nal mész, és nem tudod, hogy ott a folyó. Aha. És rájöttük arra, hogy valószínűleg a GPS vitte arra, hogy beütött, hogy Tihany szántód, ott is ugye jelzi az útvonalat. Beírja a kék vonalat. Tehát, hogyha nem tudod, hogy ott komp van, akkor egyenesen belemész a Dunába. Az a megfejtés, hogy nem is kompot, hanem kompót, és a nagymamához mentek, és vasárnapi semmi köze az egész sztorihoz, vagy van valami, mivel a valóság alapja is. Nem, most nem, kicsit van, keverted. Nem, ők tényleg belementek a Dunába, ők belehajtottak. Direkt buliból. De nyilván nem azért, mert azt gondolták, hogy ott a komp, és fel akartak rá ugratni. De mi azt gondolta, hogy híd van? Hát ha mondja el ezt ő, nagyon jók a kérdések. Egy csomó van még bennünk. Kapcsoljuk is már szemtanunkat, aki élő részvevője volt az esemény. Itt vagy? Igen. Kornél, jó reggelt, hello! Jó reggelt, sziasztok! Szia, jó reggelt! A te fiad vezette az autót. Igen, és nem szemtanú voltam, tehát csak az ő elmondása alapján tudom. Te nem voltál ott? Beszélni. Nem. Hogy jutott-e hozzá, hogy rólad beszélünk, vagy rólatok, vagy ki szólt?
Hát a reggeli műsort hallgattam én is. Ha, mindenki minket hallgat. Azért az milyen furcsa lehet, hogy az ember gyerekéről 20 percen keresztül beszélnek, mindenféle rossz indulat nélkül, de próbálják megfejteni, hogy mégis mi történhetett. A sofőrrel mit nézett el, félrevitte a GPS, ki volt a hibás, meg hát aztán itt a bulvár is azért szépen körbe nyalogatott benneteket, akik próbálták kitalálni, hogy mi történt. Na, hány éves a fiad? 20. 20 éves. Friss jogsi? Igen, persze. Meg is vagyunk. Na, akkor összeraktunk. Igen. Meg vagyunk. Na, mi történt? Friss jogsi, ugye ismeretlen környék, navigációval ment. Nem, hát a rutin meg az évek ugye hiányoznak még ilyenkor az emberből. Ez van. És ő azt gondolta, gondolom, akkor, hogy hídra visz föl, ugye? Mert ott te, igen, amikor beütöd a GPS-be, akkor egy kék vonal van végig, hogy te erre fogsz menni. Van ott ugyan egy folyó, de hát gondolod, hogy akkor azon átmész. Vagy a kompot is úgy jelzi, vagy írja, hogy hajtson föl a kompra. Igen, tehát ez körülbelül így történt. A dolognak végül is az egészben úgy kezdődött, hogy ők hát Soroksárról, nem, Cseperről mentek Soroksárra, át a hídon, ott elvégezték a dolgukat, és jó, hát nyugodtan haladjuk egy picit. Kis dolog vagy nagy dolog. Hely, meg, igen, kis dolog, nagy dolog. Tehát beütötte újból a navigációba, és a navigáció nem azon az útvonalon vitte őket vissza, ahol mentek. Te mennyivel mentek ők bele körülbelül a Dunába? Tehát mit mondott a fiat, hogy mennyi volt nekem, a... Nekem azt mondta, hogy maximum 50-nel mentek, de még tehát az a plafon. 50-nel, azért gondolod, bele a folyóba, tök egyenesen, fékezés nélkül bele a folyóba. Hányan ültek a kocsiba? Hárman ültek az autóba, és hát ez a tök egyenesen, ugye, tehát aki ott volt a helyszínen, illetve hát tudja, hogy milyen ott a kompra való ráhajtás, az a tök egyenesen az azt jelenti, hogy van legalább egy ilyen 2 méter, 2,5 méter szintkülönbség az út és a víz között. Ja, értem, mert ugye odaáll be a hajó, perce, tehát ők beleugrattak akkor tulajdonképpen 50-nel. Azt a mindenit. Hát most relatív 50-nel, azért 50-nel egy ilyen 20-30 fokos lejtőre, hogyha érkezel, azért csapódna az autónak az eleje, szinte semmi, tehát semmi hiba nincs az autón. Most az, hogy kívül belül ugye megmosta. Meg 20 méter mélyen van, hát most igen, igen, halak húzgálnak. Hogy másztak ők ki, vagy az a klasszikus filmmel jelenet, hogy elkezd beömleni a víz a kocsiba? Na, tehát ami a túlzás, tehát nem úszkáltak ők a vízben semmi, hanem az autónak az orra merült el, körülbelül az ajtónak a feléig, 3/4-ig. Már ott ugye nem bírta kinyitni az ajtót, tehát a víz súlyától fogva, vagy illetve nyomásától fogva. Annyi lélek jelenléte volt neki, hogy az ablakokat leengedte. Azon keresztül ők felmásztak a tetőre. A komp az körülbelül egy olyan 10-11 méter távolságra, vagy még lehet, hogy annyira sem volt tőlük, és visszament, bement a komp az autó mellé. Bement az autó mellé, ők szépen fölmásztak az autóra, sőt a fiam az visszamászott az autó tetejére, és segítette a barátnőjét, hogy ki tudjon ő is jönni. Aha, és azt hallottam, hogy a komp visszajött tartani az autót, hogy ne csúszson bejjebb? Tehát a komp neki ment az autónak kicsit, vagy tartotta, hogy ne csúszson bejjebb a Dunába? Valamilyen szinten igen, megakasztotta ugye a komp az autót, tehát még akkor ugye nem volt az, hogy na elmerült, és ő neki ki kellett törni az ablakot, stb. Tehát amit a média írt. Aha, tehát az is túlzás volt. Hát akkor azért szerencsésen megúzták ezt a dolgot. De sötétben történt már az egész eset? Vagy ez ilyen 3/4-5 környéke, tehát akkor már, azért az már ugye nem volt. Nem látták, hogy nincs ott semmi. Fényviszonyok, meg hát köd volt. Tehát, ha meg az egy hónapos jogsi, ja, minden egyben tudod, ez a szerencsétlen sorozatot. Odafele nem volt komp. Tehát igen, odafele nem volt komp, más útvonalon vagy, nincs még meg a rutinod, tehát hogy az egész ügy önmagában. Igen, az autónak semmi baja, megy, működik, tök jó. Hát most azért a semmi baja azért az egy kicsit túlzás, mert ugye mindene, tehát ahogy elindult utána a komp, a örvény meg minden ugye visszahúzta őt, illetve behúzta a vízbe az autót, úgyhogy az frankón elmerült. Tehát
És kívülbelül mostan szépen ki van mosva az autó. Az ő kocsia volt, vagy ez a te kocsid volt, amit kölcsön adtál, hogy a gyerek menjen vele? Az én autóm volt, amit ugye átadtam neki. Ja, hogy megörökölte ezt a kocsit. Megörökölte, igen. Mondjuk még nem haltam meg, de igen. És mit mond ilyenkor egy apuka, hogy eljjj, kisfiam, de jó, hogy éltek, vagy azért van egy ilyen kis szülői dorgálás, vagy azért így megöleled, megsimogatod, de azért azt mondod, hogy legközelebb azért annál a stop táblánál lassítsunk egy kicsit. Nem igen, vagy akkor még várjuk ezzel a jogosítványjal, mire újra visszakapod. Tehát mit tud mondani egy apuka? Nem volt őszinte a mosolyom, illetve az első reakcióm, elhihetitek. Most akárhogy is nézzük, de tehát a második gondolat az, hogy tényleg hát semmi bajuk nem lett. Aha. Valljuk be őszintén, tehát jóval nagyobb tragédia. Persze, hát ez rosszabbul is végződött. Ez a legfontosabb. Igen. És hogy áruljátok most? Vízbiztos, négy karikás? Mélyen arul? Áron alul? Mélyen ár alatt, hogy így egy autó? Hát most úgy van árulva az autó, hogy ugye kívülbelül kimosva. Kozmetikással, friss Dunavízzel, átöblítve. Patyolat tiszta állapotban. Komplett Audi. Nektek kellett fizetni a kiszedést, meg a mentést? Hát még a rendőrségi papírok, ilyesmik nem jöttek, hát nem tudjuk, hogy mi lesz, hogy lesz. Igen, hát itt búvárok, katasztrófavédelem, tűzoltók, tehát komplett, elég nagy stáb szállt ki. Azoknak ugye nagyon szépen köszönjük a lelkes segítségüket, tehát tényleg a búvároknak is ugye le a kalappal, hogy most abban 5-6-7, nem tudom hány fokos lehet az Dunavize, de biztos, hogy hát nem. Ők örülnek a merületneket, tudod. Azért az ORFK. Minden merülés hát öröm a 4 fokos imádják, Dunában. Persze, ez az életük. Az ORFK-t azért kérdezzétek meg, hogy egy ilyen ugratásért hány büntetőpont jár. Tehát azért egyet-kettőt nem adnak semmit. Méltányosság alapon hát egy elengedhető. Paragrafus. Van erre paragrafus egyáltalán? Igen. Betartották a sebességhatárok. És hogy van a gyermek? Nagyon megviselte a dolog? Vagy most már jobban van? Hát az első két nap az igen ilyen orrógatós, nem szólok senkihez volt. Tehát alig bírtunk ugye belőle bármit is kiszedni. Most már azért ugye úgymond enyhül az emlék tulajdonképpen, és hát végül is azért is írtam nektek, amit írtam, mert tehát annyira az is megviselte őt, hogy úgy kezelték végül is, mint a balatoni hammerest, tehát nem szándékosan. Pedig neki van érettségje. Nem szándékosan ugratok rá, vagy ugratok rá. Nyilván, persze. Igen. Oké, Kornél, hát akkor ezt a dolgot helyre tettük. Lehet erre úgy pozitív is úgy gondolni, hogy lehet ez ami nagyobb rossznak csak a megúszása. Ez egyfajta figyelmeztetés, friksoksi, odafigyel, megmarad benne az élmény. Lehet, hogy fél évvel később valami nagyobb bajba került volna, amikor az ember kicsit elbízza magát, és ez a kisebb rossz, ez most megmentette valami nagyobb bajtól, mert sokkal figyelmesebb lesz, vagy egyszerűen előrelátó. Ez egy intőjel, egy ilyen kis mini pofon a sorst, hogy oké, gyoksid van, mi jó autó, de hogy vigyázz oda. Eljárja a BKV-val. Hagyd a papát vezetni. Így van. Igen. Kornél, köszi, hogy írtál nekünk, és köszönjük, hogy jelentkeztél, örülünk, hogy elmondtad is. Köszönöm szépen, hogy volt rá lehetőség, és mondom, még egyszer köszönjük a résztvevőknek a segítségét. Átadjuk on meg a gyereknek, hogy szerepeltél reggeli rádió műsorban a Balázséknál. Hát azért ezt kevesen mondhatják el magukra. Híres lett a gyerek. És BKV-zni se olyan rossz. Örüljön annak a bérletnek. Igen. Persze. Janita, ezt tudod. Hát az ő a BKV és a mával. Pacsizunk össze majd valamikor. Abszolút. Kornél, köszi, vigyázzatok magatokra. Rendben, köszönöm, további szép napot nektek. Ciao, hello. Szemetek a hallgatók, olyan genyóságokat írnak, de nagyon vicces. Ezért nem szabad cseppelen venni a füvet. De ez csak humor, persze, de nem akarjuk őket bántani. Korálműszerfalral, Audi frissen mosva, korálműszerfalral. Négy karikás mobil, akvárium. A komp nélkül nagy bajba lettek volna. Hát ez egy jó kérdés, igen. Aztán beljebb csúszik. Becsúszott volna az autó. Becsúszott volna, igen. Az elkezdett volna, vagy elviszi a sodrás, vagy az autó elkezd beljebb csúszni. Tehát ott még az is lehet, hogy kimásztak a tetőre, a kocsi elkezd be, és nekik vissza kell úszni. Vagy ki kell ugrani a partra, még volt annyi hely. Tehát ha nem fogja meg a komp az autót, akkor ott nagyobb baj lett volna. Azért volt lélekjelenlét a komposnak is ezek szerint. Hát azért mögött becsattan egy A6-os, azért csak oda kapod a fejed, nem? Igen, 30 éve kompozol a Dunán oda-vissza ugyanazt az útvonalat, de azért erre hátra nézel, hogy ez a mi volt. Ez? Részeg nem biciklista már bekült, oké, na de ez csak nem az autót akartam megfogni, csak visszamentem megnézni, mi van. Mi volt ez, Józsi? Rabolt a durbincs. Aha, igen. Előállókat. Előkapott a boj is. Azt hittem, hogy téli álmot alszik ilyenkor a küsz.
Igen. A szélhajtók esetleg rárabolt valamire. Na jó van, de nem így van, ez lehet, hogy valami nagyobb elkerülés ilyenkor. Kicsi jelet kapsz, amivel megúszol egy fél évvel későbbi nagyobbat. Nem? Nézzük úgy, hogy most milyen rossz dolog történt. De mi van, ha nem tud, ha ezzel kerültél el valami sokkal nagyobbat 3 hónap így múlva? Így kopintott az élet, hogy legyél óvatosabb. Igen, óvatosan. Nem, ezt mondom egy ilyen. Ezt még nem tudjuk, mert még a számlák nem jöttek be. Ez igaz egyébként. Tehát, hogy... A mentésnél nagyobbat nem lehet kívánni. Azért az komoly stábment, igen. Na jó van, jövünk mindjárt 5 perc, pontosan 8 óra van, friss közlekedési híretek küldjetek. Mi a helyzet friss hóeséssel? Hát az, hogy friss hóesés van. Így van, jelenleg, és még mindig, de most már kicsit visszavette. Most már egy picit igen elkezdett szállingozni, de legalább havasak a háztetők és az udvarok is tiszta, mint a porcukor lenne. Emlékeztek, amikor mind, ez, micsoda? Mint a porcukor. Ez gyerekkorunkban napokig tartott, és elaludtál úgy, hogy izgultál, hogy reggelre mekkora hó lesz, és fölhúztad a redőnyödet, igen, nem tudtad, mert le volt fagyva, hogy elszakadt a gurtni, de és akkor megpróbáltad fölhúzni, és 30 centi hó a párkányodon. Igen. És az első két nap örültél, de miután egyébként után már 2 hete lapátoltad a havat minden nap. Így van, megfogtad a radiátort, hideg volt, kiderült, hogy anyádék megint nem fizették be a fűtésszemet, de hogy közben láttad a havat, és olyan óriási hó volt, és most esik egy órát esik, és ilyen transzban van mindenki, hogy milyen gyönyörű, nem? És valószínűleg semmi nem maradt belőle. De hogy ez még gyermekkorodban azért egy ilyen átlagos élmény volt, hogy elalszol hóesésben, és reggelre látod a havat, hogy úristen, mekkora hó van. Jó, de nem voltak olyan telek, Jani, amikor így egyáltalán kérdéses volt, hogy lesz-e hó? Igen. Mert most a tavaly is, tavaly előtti is, hát így immelámmal volt csak. Hát ahhoz képest, tehát na. Még jövünk ezzel a izével, de egyébként tényleg így van, hogy mikor volt, az 86-ban, vagy 87, az a nagy fél, az a 87, igen. Az a nagy klasszikus. Egyetlen a mi utcánk van, akkor egyetlen folyosó volt belevájva, amin így nagyjából elfért egy személyautó, de konkrét hófalak voltak. Konkrétan. Hát olyan már nem nagyon lesz. Na jövünk mindjárt a hírek után. 4 perc, pontosan 8 óra, itt vagyunk mindjárt. Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. 8 óra után 10 perccel itt vagyunk, Hókáosz, Budaörs, kapjuk az SMS-eket, M3-as bevezető a Selkuttól már csak lépésbe halad, puszi Médea küldte nekünk. Budapest-Vác vonalon Pest felére lerobbant vonatál Újpest előtt a pályán, a mozdonyvezető bűgyköli a mozdony. Hát Jézus, atya. Kedves utasok, ne aggódjanak meg sem. Igen, jól látják, ez egy világul csak ezzel, mert mindjárt visszajövök. Senki sehova segély marad ül, nem fázik, pedig nincs sütés. Csöndben marad, jövök, megyek, szerelek. A cigaretta a fület mögött, és mész egy 14-es villáskulcsal neki esel a mozdonynak. És vannak szerelvények már, amik el sem indulnak. Igen. A Máminfon jelzik, hogy például az S40-es vonatok, amik a déli pályaudvarra 100 halombattal, illetve onnan visszaközlekednek, kimaradnak legalábbis a 825-ös, a 925-ös, a 1025-ös és a 10-es. De ez jó, de ez legalább tiszta, mert ez el sem indul, ezt tudod. Igen. De amikor a mozdony vezető szereli a kocsit nyílt pályán, nézed az órádat és reménykedsz, hogy meg lesz, haver, meg lesz. Odaérünk. Hogy érzed? Nagy a baj. Tudok segíteni valamit? Megemeljük? Ért valaki a dízelekhez? Igen, alágyújjunk, megemeljük. Mit csináljunk? Nem sok sikerrel Louis küldte nekünk egyelőre már, ami hozzávezetést illeti. Louis, írjál majd, ha elindultatok, hogy megbücskölte. Próbáld megkérdezni, mi volt a baj. Uh-huh. Tehát mi olyan baj van, amit egy mozdonyszerelő a nyílt pályán megtud? Louis a kalauz. Kilazul egy anya, vagy egy alátét, elmozog, vagy tehát, érted? Hajtókar, meg hajlik. Mit tud csinálni? Kifúj a tömítés. Vértes Boglánál elakadtak a kamionok, a Nyíregyháza felé az M3-os autópályán a Mezőkövesdi lehajt előtt az utas közepén egy vasláda hever, eléggé balesetveszélyes, ezt Arnold küldte nekünk. Uh-huh. Úgyhogy hát igen, elindult az őrület, és ahogy látom, néhány hókot rohtévedésben az utcában, őket természetesen nem... Tanással forgatják a fejüket jobbra-barra. Igen, ez vagy, nem sokára várják, hogy visszarendeljék őket a telepre, addig tanással kolbászolnak balra-jobbra, de nem igazán tudják, hogy mit kell csinálni. Így van, azt mondták Balázsik a rádióban, nem sokára elolvott, akkor meg minek szórjuk. Igen. Nálunk nem esett semmi szint a Lőrincen. De csak hazaszóltam, hogy mire hazérek, minden tiszta legyen, de ahogy mondta Móni, hogy már kész. Pedig az úgy tűnik, mint most mindenhol lenne. Budakeszi út a város felé 100 méter, 20 perc, Budaörs is elesett, úgyhogy a szokásos történet van egy korán reggel, de legalább szép, nem? Uh-huh. Ez nem hó, ami Pesten van, kaptuk egy hallgatótól. Péter azt írja, hogy lopja a gázolajat. Hogy lehet, hogy csak menti a menthető. Két kandával ment le. Lerohadt a mozdony, tapott a csérted, legalább amit meg lehet menteni, az gyorsan megment, nem? 230-as méteres marmokanát megtölt és elsétál. Ez a csávok 220-as marmokanával rohan a töltés irányába. 200 forint valakit érdekel-e? Ezért vállalóvevőkörre van.
Jaj, milyen történetet olvastam, tudom, hogy már nem szeretetek az ilyen bitcoinos történeteket, de ez nem bitcoinról szól, előre mondom, ez ja, inkább jó, a jelszavakról jó, szól. Jó. Hogy... Már a felvezetés alapján egy picit azt gondoltuk, hogy esetleg van ilyen közöm ahhoz. Ez a jelszavakról szól, hogy meg tud bennünket tréfálni a jelszó, valamit elfelejtünk. Ugye most már tele vagyunk jelszavakkal, tehát mindenhova mindenki jelszót kér, a Gmail-ettől kezdve, a Simple alkalmazáson keresztül, a Barion tárcádig, mit tudom én, hányfajta jelszót adsz meg hány helyre? Hát nekem legalábbis nagyon sok van. Tehát, hogy a különböző utalások, a különböző belépések, rengeteg. És hogy járt egyébként egy német programozó, vagy egy San Franciscói programozó, két dobása maradt, hogy jó kódot üssön be, ugyanis van egy pénztárcája, amin 240 millió dollárnyi bitcoin van most jelen pillanatban. Szép. 240 millió dollárért, így van. 10 szorozz már föl 300-za. 10 próbálkozása lehet. Hát most gondolsz, próbáld átváltani. Ez 70 milliárd forint, nagyjából kiszámoltam. Ez 70 milliárd forintnak megfelelő. Elfelejtette a jelszavát, készítette egy magyarázó videó 10 évvel ezelőtt arról, hogy hogyan működik maga a kriptovaluta. Jutalmul pedig kapott 7200 darab bitcoint. De akkor ilyen, mit tudom én, 10 dollár, 8 lesz, dollár, 12 az dollár volt a bitcoinnak az értéke. Egy ilyen videóért, ami most 70 milliárd forintot ért. Bitcoinban fizették ki, igen. És csinált egy ilyen e-pénztárcát, ugye, és elfeledkezett róla, és ugye hát kiderült, követi a bitcoin mozgását, hogy 34 ezer dollárt ér jelen pillanatban a bitcoin. Ma reggel, mit a éppen 37-38 ezer. A 240 millió dollárra nőtt a vagyona az embernek, de kettő darab próbálkozása van, és nem tudja a jelszót, hogy belépjen a tárcájába. Ja, 10-szer próbálkozhat. Nem, 8-at elhasznál. De a 8 jelszó nem jó. Érted? És van még kettő lehetőséged, és 70 milliárd. Tehát nem az, hogy hozzáférsz a Gmail fiókodhoz, vagy mit tudom én, rendeltél valahonnan valamit, és nem tudod a belépőt. 70 milliárd forint. Na de itt nincsen ilyen elfelejtett jelszó. Tényleg nincs ilyen gomb, hogy belépsz, megadod az e-mailt. Persze, és akkor az e-mailre küldjed. Ezek a pénztárcák azért ezek nem így működnek. Ezeket lelokkolod. Tehát itt ő nem tud neked, ő nem is feltétlen van kapcsolatban internettel, tehát hogy ez nem olyan, tehát hogy ez lehet, hogy valamilyen ilyen kis... Hát de még az OTP-nél is van ilyen, pedig tudjuk, hogy... Ez egy... Ott is vannak 70 milliárd fennakadások, igen. Nem tudom, ez egy merev lemez, tehát hogy ezt nem hiszem, hogy ez úgy van kapcsolatban az internettel, hogy te fellépsz, akkor neked, mint a Gmail, mint egy szolgáltató küld, neked elfelejtette jelszavát. Igen, elküldjük az a 0620-313-111 a telefonszámra. Tök logikus, ennél ilyen nincs. Ennél nincs ilyen. És föl se hívhatom, mint Takamusi urat, aki kitalálta az egészet. Mm-hmm. Nincs, Takamusi, az jó. Takamusi Namamoso. A Ferkó vagyok, van bent egy kis lóvém, de nem férek hozzá. És akkor az hello, az nem. Elment. Igen, most már komoly segítséget ajánlottak neki, olvasom közben az angol céget, és azt, hogy a Facebook korábbi biztonsági vezetője is felajánlotta a segítségét, mit mondott? 10%. Tökre igaza van. 10%. Hát vagy 10%. 70 milliárd forint, az 7 milliárdot nem kapsz. Nem adnád oda? Hát hogy kinyitjál? Hát persze. Most kit érdekel? 63 milliárdon marad, viszont megvan, így meg egy fillérem se. Igen, 10%-ot kér egyébként az ember. Az Németországban született, San Franciscóban él, és ugye nagyon lelkesen magyarázta ő el akkor, hogy működik a kriptopénz, és hát bitcoinban fizették, de nem tudta, hogy ez azóta ilyen szinten felmegy. Mikor esik le először? Ő már 10 000-nél, 20 000-nél valószínűleg elkezdett próbálkozni. Hát szerintem igen. Ugye? És ugye van 10 próbál, nem tudom a rendszer, de hogy általában 10-et próbálkozhatsz. Ah, van még 9, van még 8, van még 7. Hol kezdesz el nagyon remegni? Itt a kettőnél már biztos. Nem tudom pontosan ezek a digitális pénztárcák egyébként, hogy működnek, mert én nem használom, ez ilyen Iron Key, ilyen digitális pénztárca, ez a neve. De szerintem valamit nincs internet kapcsolat, tehát ez olyan, mint egy ilyen kihúzható, ilyen, mint tudom, pendrive nem, jellegű az történet. Lehet pendrive-on tartani, oké. Okay. Az valami pénztárca. Hát interneten keresztül éred el a cuccot, és akkor ha oda belépsz, akkor tudsz majd utalni, meg mindennek hozzáférni. És nincs. Most én gyorsan ráolvastam a cikkre, még a csávó ráadásul eltette a jelszót. Igen. Egy ilyen kis valami szintén elektromos megőrzőbe, aminek megint csak elfelejtette a jelszót. Ajjajjajjajjaj. Tehát dupla felejtés van. Én ezért felírok minden jelszót. Nekem mindegyik fel van. És benne van a telefontokot hátuljában. Volt ilyen egyébként, volt. Egy időben plusz a bankkártyára rá van írva a PIN-kód. Hordtam magammal egy kis cetli, hogy elfelejtsem, illetve befotóztam, és rajta volt a telefonomon. És ezzel a bitcoinnal, csak egy kis kitérő, igen?
ez ilyenkor elvész, és nem is kerül vissza a rendszerbe? Nem, maga a bitcoin maga a bitcoin az benne van. Tehát az benne van a blokkláncban, azt tudják. De ezt tudják, már senki hogy más nem tudja. De egy adott mentésnél azért azt szerintem lehet. Én szerintem azt nem tudod, lehet. Az nem jutsz hozzá. Tehát ezek, én nem is vele mondom ezeknek. Ez is csak egy információ, amit a merevelemezőből le lehet menteni. Takamushi Yokomoto, igen? Aki kitalálta az egészet. Legyen ő akárki. Akárki? Takayama, legyen Takayama. Takayama Mushioto, aki kitalálta az egészet, ez pont ezért értékes, mert ugye véges számú, és minden, igen, ami véges számú, és elkezdik szeretni az emberek, aznak egyre több lesz az ára. Mert ha egy autóból van összesen 3 darab a világon, az mindig többet fog érni. Oké? Ugyanígy működik a bitcoin is, viszont azt mondják, hogy ebből ki tudod termelni ezt a 2,1 milliót, vagy nem tudom hány van belőle, viszont ami elvész, így, ahogy ennek a csávónak, az nem kerül többet vissza a rendszerbe. Tehát a 70 értem. Milliárd forintnyi bitcoin az nem lesz. Kerül vissza. Soha nem látja. A 21 millió darab van, abból kitermeltek, mint tudom, 16-17 millió, de az a 7000 darab, az nem kerül vissza a rendszerbe. Uh-huh. Hát az az ő blockchain, tehát az ő része, azt mindenki tudja, hogy az hozzá tartozik, de hogy az valójában nem kerül vissza. Az tehát az nem lesz újra forgalomban. Miközben nyilván azt teszem, de hogyha ez egy adat, akkor azt az adatot, hogyha nem törölték a lemezről le, hogyha akkor a floppy ott van. Az ott van. Szóljunk a Kürsz Kft-nek, azok mindent kimentenek. Figyelj, adatmentés, érted? Oda mennek, és akkor ők is kérnek, lehet, hogy ők 15-öt fognak kérni majd. De nem tudsz hova menni, hova mész? Hát nem tudod, hogy hol van ez a bizonyos merevlemez, aminek ezek az adatok vannak. Nincs ilyen. Ez nincs, ez nincs. Ez valószínűleg egy felhőben van fönt. Ez nem is egy izén, nem egy merevlevezen van. Mert többféle tárolási lehetőségem van. Pendrive-on is pár. Pendrive-on otthon betetted a szépbe, az megvan, de így ez van. Nincs, ez fönn van valahol egy felhőben. Én utalok neked egy bitcoin, akkor ha te ezt online-ra teszed, akkor én megérkezik az én utalásom hozzád. De te ezt elrakod a szépbe valahova, akkor az nincs kapcsolatban, semmi nincs. És a jelsz, az hova kerül föl? Ugyanebben a felhőbe? Nem biztos, hogy a felhőbe kerül, maga lehet, hogy ezt a hard wallet-et nyitja, érted? Tehát, hogy neked, amikor te hozzáférsz ez a pénztárcát, ezt kiveszed a kis széfedből, rácsatlakoztatod. Hát ez magán a hard wallet-en van szerintem, tehát maga ez a kis pénztárca tárolja a jelszót. Te ezt rácsatlakoztatod a kis komputeredre, és akkor maga az eszköz kér tőled egy kódot, amit te mondjuk megadtál. De ezt elrakhatod a széfedből, vagy bárhova. Tehát a csávó az, lehet, hogy adatmentéssel is ez a Facebook igazgató, ezt mondjuk 10%-ért kiszedi neki, de hogy ő nem fog senkit jelszót kapni, mert ez a jelszó, ez nincs. Ez a te kis, hát hogy is, ez a saját bizniszed. Oda rakod a vakrod, ágyad alá, fölrakod után a lámpád mögé, elrakod a jelszót. És ezt senki nem tudja. Három után már tilt az Erste. Igen. Félek, hogy nem ennyi van azon a számlán. Nem akarok a zsebedbe turkálni, de hát ha nincs rajta 70 milliárd. Van egy emberünk, aki szintén így járt. Anyám, följében. Nekem van egy BTC, amihez nem férek hozzá. 5 éve tettem a számlámra, nem használtam, és elfejtettem ezt a jelszót. Ez 12 szó megfelelő sorrendben. Muki, anya, puni. Igen. Bár nincs a puni. Anya, kellett szó köz, vagy nem kellett szó köz? Vagy puni és kuki, anya. Vagy nuni és anya. És megpróbáljuk akkor felhívni, tehát akkor nincs is, aki valószínűleg helyreállítsa. De milyen jelszavakat használtok egyébként? Mindig nagyon egyszerű, most már ugye az iPhone-ok például mentik a jelszavakat, nem tudom, Samsungok tudják ezt, de hogy ugye most már minden jelszót, amit beüt, az a telefonod megjegyzi. Ha akarod, és a Face ID-val nyitod, akkor ő ugye utána berakja az adott megfelelő jelszót. De mindig ez az 1-2-3-4, vagy ilyen nagyon egyszerű? Én már az 5-öt beraktam, hogy bonyolítsam. Én összeszámoltam, nekem 14 vagy 15 belépő jelszó van. Tudod mindent, vagy föl van írva? Nekem a telefonom jegyzi ezeket. A legtöbb esetben nem is fogadja el már a magyar rendszer, tehát hogy beírsz ilyen 1-2-3-4-5-6, akármint, már legtöbb. Hát írtad előtte, hogy kisbetű, nagybetű, igen. Hogy azért, na. 5-4-3-2-1, zavard meg őket. Menő. De ti nagyon durvákat adtok meg? Tehát nagyon rátok szólnak, igen, hogy ez nem elég, mit tudom én, ez a jelszó, nem elég erős. Nem ránk szólnak, hogy ez már túl erős, ez már ne. De most már a legtöbb rendszer olyan, hogy kiírja, hogy erős jelszó, vagy nem elég erős jelszó. Nagyon sokáig ugye mindenki a születési dátumokkal játszott, hát családnevekkel. Szerintem mindenki, ezek a legnagyobb fajta. Szerintem nem változik semmit ez a dolog. Ugyanez. Biztos, hogy mindig ez. Nézzél, a barátnőnek a neve, feleségednek a neve, gyereknek a neve, születési dátum, az ő születési dátum, ha egyáltalán emlékszel rá, én nem. Tehát, hogy szerintem ugyanazok a standardek vannak. Tehát ugyanazokat futtatod, születési dátum, név, tehát mit tudom, János 1970. Igen, meg van kutyulva. 1970 János. Nem húzod ki belőlem. Nem jutsz be, nem. Érted, nem jutsz be a vállalati. Hány jelszót használ az ember? Tehát különböző tárcákhoz, a különböző levelező rendszereidhez, a különböző utalási rendszereidhez,
a simple jelszó, a privát tárcádnak a jelszó. Most van a 15-nél. Négy. Négy jelszó van összesen, ne csináld. De azt rotálod, tehát több helyre is van ahova. De négy hely, ahova kell? Négy. Nem, négyféle jelszót használok. És akkor van olyan, hogy például nem tudod, hogy egy adott hoza négy közül melyiket használtad, és akkor kipróbálod a négyet, kinyílik. Van ilyen. Aha. Én nem tudom, én nem szoktam olyan nagyon durvákat megadni. Tehát, hogy nem figyelek erre, mert kiírja, hogy nem elég erős a jelszó, engem nem zavar. Oké, a Gmailnél, tehát Facebooknál, Instagramnál, vagy... igen, születésnaptomos. Hát, az zavarhat benne, hogy nem enged tovább. Tehát, hogy... De mit tudom én, varjáljátok, hogy utcanév, vagy házszám, vagy születési év, tehát, hogy ezekhez kötitek, ami könnyen beugrik? Mert ha túl sok jelszavad van, egy idő után elfelejtett, hogy mit adtál meg, nem? Neked a telefonod menti ezeket a jelszavas történeteket? Ja, nem mindegyiket szoktam, mert én nem szeretem, valahogy bizalmatlan vagyok ezekkel a mentés. Hát ha elveszel a telefont, dolgok, akkor elméletileg ugye, ha ki tudja nyitni, akkor ki tudja belőle szedni a jelszavakat. Hát, például a banki felületnek a jelszavát nem is mentem el rajta. Tehát, hogy nincs rajta a telefon, nem adok ekkor az ígyszert. A banki felület az generál mindig újat, nem? Nem. De te mindig ugyanazzal lépsz be. Aha. De mi az, hogy a banki felületet nem mented el? Tehát van egy applikáció, amit használsz a banki utalásokhoz mondjuk, és oda nem mented el, nem írod fel a jelszavadat? Hát például a Simple-nél én mindig kilépek belőle. Tehát, hogy ott az nem úgy van, hogy tőle nagyon sok embernek ugye be van kapcsolva folyamatosan, ugye ahhoz, hogy tudjon fizetni. Én még azt az ötrugot sem szeretném elveszíteni, hogy valahol is van. De mit, már megy az, hogy nekem is van szimpla alkalmazásom, tehát abban mindig kilépsz, amikor tehát úgy állandóan ott, de hogy? Kijelentkezel? Igen. A saját alkalmazásodból, a saját telefonodon, de miért? Mert nem szeretem, ha elveszítem a telefont, és valaki oda is fizet vele. De nem tud fizetni. Dehogy nem. Há, hol? Kell, vagy, hát kell, vagy egy új lenyomat, vagy a QR kód, vagy az arcfelismerőt kell hozzá. Ő nem tud csak úgy fizetni. Ja, úgy ebbe igazad van. Abszolút. De én ettől függetlenül kijelentkezek bele. ez a dupla biztonság. Hogy ne tudjanak fizetni? De nem tudnak fizetni. Jó, igen, akkor is. Én azért kijelentkezek. Hát, hogy jelentkezek már ki? Például, amikor mondjuk internetes vásárlást megkéri, hogy kérdezi, hogy elmentse az adatait a bankkártyának? Akkor én soha nem szoktam. Aha. Nekem benne van a bankkártyámnak a 16 száma, és benne van a CV kódja is, elmentve a telefonomba. Én mind. Az mondjuk az okos. Következetesen semmit nem mentek el, pont ezért, mert egyébként van memóriám. De menj annak az esélye, valaki kinyitja a telefonodat, mert le van kódolva. Meg ki tudja a kódot, kinyitja, és még megtalálja a telefonkönyvedben a 16 jelszámjegyet, és még valahol megtalálja a 3-1-ű CV kódot. Hát azért az na. Hát nem, téged is mert lesz a kettő, te nem különőrzöd. Elon Musknak kell lenni, tessék? Nem különőrzöd. Nem, benne van az egész, benne van a 16 hát szám, akkor... egy csillag, és benne van a 3 darab CV-kód. CV-kód a végén. Na, akkor csak egy kattintás, hogy erre az adatra rákad, onnantól kezdve ő bármit tud utalni saját magának. Jó, de túl kell jutni az 1-1-1-1-es kódomon is. Ott jól megfogtad őket. Érted? Az én telefonomat nagyon könnyű feltörni. Az első, mi jön a 16 darab OTP szám, egy, pedig a 4-1 numerikus kódom. Hát most hova bonyolítsam? Én nem tudom, én nem vagyok annyira ilyen paranoiás ebben, vagy én a Facebookot is csak akkor tettem két lépcsőssé, meg az Instát, amikor itt volt a kassa, és ilyen rém történeteket mondott, hogy kinek hogy rabolják el a fiókját, Peller Maria, Radics Gigi, hogy elveszik a fiókodat. Hát tehát nagyjából a fiókvédelmem az úgy nézett ki, hogy 1-2-3-4. Oké, Sebestyén Balázs. De mondom, az összes személyi adatot mindent le tudnak ma már szedni. Igen? Persze, nem egy bonyolult dolog. Az, aki ebben otthonosan mozog, egy ilyen igen, informatikus, azért szerintem pillanatok alatt egy talált telefonból kiszedni ezeket. Nem? Nagy bátorság nekünk erről nyilatkozni, hogy milyen nehézségű lehet ezekhez az adatokhoz hozzáférni. Szerintem vannak nálunk okosabb emberek ebben a témában. Perc alatt leszed mindent róla. De milyen durva, hogy őrizzük, védjük, és azt gondolom, hogy egyébként meg annyira tud mindenki mindent, nem? Tehát, hogy így ez most nagyon vigyázol rá, nagyon tudod, hogy a Gmail is pontosan tudja, be tud nézni. Az tudja, és máshogy be tud-e jutni, érted? Aha. Tehát azt például tudják, hogy te hol bankolsz, tudják a bankolási szokásaidat, tudják, hogy mennyit utalsz havonta, mennyi jön be, mindent tudnak róla, de ő maga nem tudja elindítani ezt az utalást, érted? Tehát, hogy ebbe ez a fontos. Ha biztosra akarsz menni, akkor gyere vissza az OTP-hez. Amiatt a két lépcsősöt bevezették, és telekódot is kell megadni, azot én se jutok. A saját marad a papír alapú. Szerintem nincs olyan idegesítőbb, amikor ott ülsz a Gmail fiókod előtt, és azon gondolkozol, hogy tudtál ennyire kiszúrni magaddal, miért változtattál jelszót, és az újat nem emlékszel, és nem tudod. És ezt saját magadat zárod ki vala, az olyan, és próbálsz saját magadra gondolni, mint hogy ez a csávó most 8-szor beütötte, hogy mit adhattam meg, és ott ülsz, rágod a ceruzát,
házadat, és már beírtam mindent, és kiírja, hogy nem jó, hiszen neked be kéne jutnod, és te magadat zártad ki, hát ez egy jó hülye helyzet. És ez sokkal kevesebb összegnél is rohadt idegesítő, nem 70 milliárdnál. Én az első vizeres ilyen fiókomat még Danubius rádiós e-mail címmel csináltam. Nekem nem is volt Gmailem, Danubius, hát a fene se gondolta, hogy egyszer az az e-mail cím ugye nem lesz jó. Azzal én beregisztráltam, megvettem a repülőjegyeket, na, vége lett a rádiónak, e-mail címem megszűnt, onnantól kezdve semmit nem tudsz csinálni. Igen. És hívtam őket, és mondták, és mondtam, hogy változtassuk meg, mert már csináltam Gmail-es fiókot. És mondta az ember, hogy ezt az egyet nem tudja változtatni. Nem tudja megváltoztatni. Amivel beregisztráltál, az az e-mail címed örök időkre. És meg akarod változtatni, hogy elszólt, elküldtük arra az e-mail címre, ami igen, már nem létezik. Nem, hát nem férek hozzá, tesó, érted? És nem tudsz belőle kijönni. Két darab 6000 fontos repülőjegyet buktam vele, tehát pont nem egy nagy tételezés, nem a 70 milliárd, de rohadt idegesítő volt, és ülsz a gép előtt, és gondolkozol, hogy mi az Isten nagy betű, a panna neve, nem a soma neve, akkor előbb volt ez, nem. Igen. Figyelj, fú. És ilyenkor jönnek, tudod, ezek a biztonsági kérdések. Én azokat szeretem a legjobban, amikor odaig eljutunk. Igen, amikor annak idején beírtam. Beírtad a tanárod, az első, magyar, az első tanárod neve. A kutyádnak a nem tudom. Igen. És följön. Igen. És nem emlékszel, hogy mit adtál meg. Gyerekkori példaképp Bruce Lee. Igen. Kutya neve Danike. Igen. És biztos, hogy benne nyílik az ajtó. Kedvenc színésznő Lea Gotti. Már a neve is jól csegg. Lea, hagyd találjam ki, nagy Shakespeare színész. Igen, Lea Gotti. És aztán kiderül, hogy nem Bruce Lee. Ugye? És akkor jön a második mentőkérdés, jó, nem Bruce Lee-t adtad meg. Nézelen? De Bruce Lee. De úgy értem, hogy de nem a jó érted. Nekem ilyeneket kérdezett a múltkor, megpróbáltam a Gmail-ben bejutni, hogy akkor az első tanárod neve. Hát mondom, most mit adtam meg? Ibi néni. Igen, beütöttem Ibi néni. Nem Ibi néni volt. Hát de mondom, én most úgy emlékszem. Fél évvel ezelőtt miért emlékezett az a másik Balázs, hogy nem Ibi néni volt az első tanár. És Ibi néni nem enged be a Gmail fiókodba, érted? És ott ülök, és ültem, és gondolkodsz, hogy hogy lehetek ilyen hülye, hogyha most fél éve Ibi néni emlékszem, akkor miért nem Ibi nénire emlékeztem, és valami tök mást adtam meg. De nekem azóta Ibi néni az első tanárom. Kedvenc zeneszerző Richard Gere. Igen. Kedvenc zeneszerző Richard Kleiner. Nem. És amikor... Meli Rosszol. Kedvenc haj is lehet. És amikor Ibi néni zár ki a Gmail fiókodból, akkor azért tudsz rá idegeskedni, hogy de most nekem Ibi néni a tanárom. Ott ülsz a gép előtt, és nem Ibi néni. És egyszerűen nem ugrik be, hogy az N előtt, vagy után van az N-szinkben az apostrof. Jó, de Justin Timberlake nevét bármikor azt tudom írni. És nekem, visszafelé is. Nekem mindenhova beugrom Nick Carter. Ha az nem jó, akkor bejutom a Backstreet Boys. A kettőből benn vagyok. És hogy csak két variáció van, vagy K-val írja a Cartert, vagy C-vel. Jó, tehát a Backstreet Boys, Backstreet Back or Right, azért az bejut. Az minden fiókomat kinyitja. Azért 70 milliárdot nem tudsz kinyitni. Kettő darab próbálkozás, oké, nincs adathalász, nincs megoldó ember, nincs nem tudom, tényleg. Nincs vadászati kiállítás. Nincs vadászati kiállítás, nincs semmi. Kettő próbálkozásod van, beütöttél már 8-at. Megrebeg a ott kezdet. Ott a hajó elment, nem? Ha most valaki ezt nem tudja helyre állítani, tehát a 8-ból nem emlékszel, 2-ből már nem fogsz rájönni. Itt ugye többen írták, hogy angol szavakat kell, vagy 10 vagy 25 angol szó között lehet választani, tehát elég bonyolult is a kód. Nem Ibi néni lesz. Nem Ibi néni, igen. Még tudod, mi a baj a kóddal, hogy akkor te azt egy nagyon jó ötletnek gondolod, és azt hiszed, hogy erre mindig fogsz emlékezni. És beütött, hogy Stallone 1-2-3, mert akkora ötletnek gondolod, hogy Stallone 1-2-3. Három nap múlva tudod semmi úgy elfelejteni, hogy nem emlékszel rá. De akkor azt gondolod, hogy ez egy olyan, ez bármikor eszembe. Nem, az az idegesítő. Ez piros alma 1-2, hát ez nincs nem. Olyan, ízártam ki volna a napfiókomból. Tudod, mi ez idegesítő benne? Mi ez az online ügyfélkapu, piros alma 1-2. Hát amikor... azóta se tudok bemenni, mert hogy nem piros alma 1-2. Nagy P, akkor lehet, hogy körte. A piros alma megvan, de nem a szám nincs meg. Nem igen, lehet. Kopasz őszi barát, kassa. Az benne a gáz, amikor beírod, hogy Stallone 1-2-3, és beírja, hogy kírja, hogy ez a jelszó már foglalt. Hogy a büdös prácba? Kinek jutott még az eszébe ez a rohadt jöttet? Jó, akkor legyen 1-2-3. Sajnos ez is már foglalt. Értem, mert mindenki beírja a Stallone 1-2-3. Jó, de én miért mentem be egy nap ilyen ügyfélkapóhoz, és adtam meg, hogy piros alma 1-2? Tehát, hogy ez így egyébként miért volt, és hogy nem stimmel, a valószínűleg a szám nem stimmel. De miért nem valami egyszerűbbet adtam meg, hogy Sebestyén Balázs mit tudom? Miért ennél piros alma 1-2? De piros alma, hát ezt nem tudom a kódot, nem tudom, még valamit tettem mellé. Azt tudom, hogy jutott eszembe. Jó, hülye jelszó, hogy piros alma.
nem, egy NAV ügyfélkapura piros almát megadni. A piros alma születési évszám. Nem tudom, piros alma? Piros alma a születési évszám. Mikor született piros alma? Nem, hanem te. Jó, hogy piros alma? Ja, nem, vagy, mikor született piros alma? Na, azt is sokáig megjegyezni. Rablóbanda numero 1. Igen, az én pénzemet nem viszitek, genyó. 007. 007. Olva, igen. Az én pénzemhez nem nyúltok. A taut utalom, de többet nem adok. Ó, Istenem, bárcsak lenne 70 milliárd gyerekek. Bár aki vagy zárva, teljesen. Amihez nem férsz hozzá, tök mindegy. Na jó, jövünk mindjárt a hírek után. 3-9 lesz pontosan 4 perc múlva, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Lehet, hogy ezt a jelszavas témát majd folytatjuk valamikor, mert hogy egyrészt szeretném majd megszólaltatni egy szakértőt, aki ez a bitcoin tárcához azért elmondja, hogy mi a helyzet, hogy lehet egy ilyet előállítani, vagy előbányászni, illetve még itt azért a jelszavakkal kapcsolatban itt azért itt még vannak különböző, hát hogy is mondjam, csak hiányosságok, amiket itt nem fettünk föl, illetve pontosabban nagyon sok hallgatói hozzászólás, hogy ki hogy menti el, hogy hova jegyzetelt, hogy mi a jó megoldás, és írt nekünk ugye egyébként teljesen igazam egy IT szakember, hogy... Hogy a pirosalma nagyon jó ötlet volt. Hogy a pirosalma nagyon jó ötlet volt, igen, de hogy elképesztő a, hogy is mondjam, csak tulajdonképpen a hát most nem annyira bántó szóval érde, hogy az alulművel ugye a magyar embereknek a jelszókultúrában, és hogy hogy lehet ezt jól levédeni, gyorsan levédeni, de ne találja meg senki viszont, ne jusson be senki, viszont te azért emlékezél ezekre a jelszavakra. Mi az a jelszó, mondja? Nem, nem, nem így mondta, hogy 1-2-3-4 ja. Liszkukasz, tehát hogy nem erre gondol, hanem hát hogy tudod ezt jól megoldani. Na, van friss közlekedésünk? MÁV ügyben mi a helyzet? Csend, nyugalom, béke. 50 éve semmi változás. Semmi? Nincsen késés? Hát a te vonalad pont késik, vagy el se indult? Hát el se indult. El se indult. Hát az, akkor azt mivel mész most busszal, hogy hogy jutsz haza ebbe a hatalmas óhelyzetbe? Hát maradnak a pótlók. A pótló. Ez de rég hallottam már ezt a szót. De milyen a buszpótlóval mész? Fölülsz a buszpótlóra vonat helyett? Igen. Hát igen, egészen konkrétan. Hát van a metró. Ugye a metró felújítás az továbbra is zajlik, az M3-asnak a felújítása, úgyhogy hát 2-3 átszállásod, de csak hazajutok valahogy Lőrinc Cityben. Na jó van, ha van friss, akkor küldjetek. Jó, 0623111 az SMS számunk. Vendégeink vannak itt a stúdióban egy röpke kis bejelentkezésre. Megjött hozzánk Diaz, hello Diaz, jó reggelt. Kívánunk neked, ciao, jó közel a jó közel a mikrofon. Shaolin Sándor is itt van velünk, hello Sanyi, jó reggelt. Ciao. Hát ti majd a média körúton vagytok. Láttuk. Benneteket. Néztetek? Igen. Mindig nézünk. Kérdezzük. Tudjuk, hogy ott vagytok valahol, mindig nézzük. Ja, jó, mert akkor hogyan dolgoztok? Gyere közelebb a mikrofonhoz. Hát mi egyszerűen több kereskedelmi tévét nézünk, közben egymást is nézzük. Hát azért itt van egy csomó minden történés. Állod, időszűkében vagyunk, ezért vagytok ti most egyszerre kettemben. Álom, meló. Na, én úgy mondtam, hogy ez egy olimpiai dal, amit hoztatok, de nem feltétlen az olimpia dala. Ugye? Így kezdtük a beszélgetést. Hiszen nincs olimpia. Még azt se tudjuk, hogy lesz-e olimpia. Igen, egyrészt kérdés, hogy lesz-e. Kicsit emelt közelebb a mikrofon nyugodtan. Kérdés, hogy lesz olimpia, bár ha az utolsó infók számomra azok, hogy lesz olimpia, még akkor is, ha közönség nem lesz, de mondjuk tudjuk, hogy ez valószínű milyen érzéssel tölti el a sportolókat, mert hogy mi meg koncertek nélkül maradtunk, és továbbra se tudjuk, hogy lesznek-e koncertek. Én nem feltétlenül húznám ezt rá arra, hogy ez csak egy sportolói dal, vagy hogy egy olimpiai dal. Szerintem ez egy áthallásos dal, ami a mélységekről, magasságokról szól, hogy ahhoz, hogy meg tud becsülni, hogy te sikeres vagy, ahhoz igenis a mélyben is kell lenned, vagy meg kell tapasztalnod, hogy milyen, amikor nem vagy éppen fent. Már most jobbat nem kérdeztem, Sanyika, mint a Pachman, ugye? Már most nyugtassatok már, abszolút, hogy igen. Abszolút, hát azért jöttünk. Egy saját kérdésről nem írták fel előre. Nem, de tényleg szerintem se egy olimpiai dal kifejezetten. Inkább az embereket kirántani ebből a bezártságból, ebből a Covid helyzetből szerintem. Nagyon sokan kommentelték azt, hogy mennyire jól jött ez a szám az év végére. Nem tudom, hogy ti hallottátok-e. Még nem, mi ezt sose hallgatjuk meg. Muszáj lenne kívülről már ismerni kéne, hát ebben a szakmában. Neppelned kéne, Balázs. és ez így feldobja az embereknek a mindennapját, ugye az évvégi nehézségekből kirántani az embereket. Sanyi, te mit csinálsz ebbe a dalba?
Hát én ezért voltam benne, hogy kiráncsom az embereket a mosolyommal, meg az arcommal. Egy bomber jacket. Varázslatos szépségemmel. Abszolút, hát mi öcsémmel mentünk, és csak az arcunkat adtuk, igazából nem csináltunk semmit, késtünk egy órát, meghúztuk a programot, úgyhogy jól éreztük magunkat. Nagyon szimpatikus, így kereszt csinálni. Művészekként megérkeztetek a kipforgatásra egy óra késéssel. Ki is akartuk vágatni őket a videoklipből. De aztán odaadták nekünk az aranyérmet, amit aztán beadtunk az Aciba, úgyhogy most abból ugye, el vagyunk. Így van, hát ha nem is lesz koncert ebből az olimpiai aranyból, most már el leszünk évvégén. Kik azok, akik közreműködnek, vagy azért sokan vannak még ebben a dalban? Fú, hát engem ne kér meg arra, hogy az összes nevet felsoroljam, amúgy a YouTube-on, a leírásban ott van az összes sportoló. Olyan sportolók kerültek bele a videoklipbe, akik szerintem a jövő reménységei. Nyilván megjelenik nagy hát ikon is. Nem, én a zenészekre gondoltam, hogy nem arra felsorolt a sportoló, zenész vonalú. Szakács Gergő, Fura Csabi, és jó magam vagyunk, mint előadók a dalban. Két oldalú minden érem, ugye ez a dal címe. És akkor ez tetszett meg aztán a mobnak, vagy ők mondták, hogy gyerekek, ez egy jó dal, ebből akár azt is hallhatjuk, hogy akkor ez legyen egy ilyen olimpiai dal, vagy egy induló, és akkor így kerültetek velük kapcsolatba, vagy ők kerestek meg, hogy ez tetszik így a dal? Így van, ők kerestek meg minket. Volt egy dalötletünk, jobban mondva Szakács Gerinek volt egy dalötlete, ami mondandójában nem teljesen így hangzott, viszont benne volt az a szentimentáltság, vagy emocionalizmus, vagy hogy segítsek, köszönöm. Jó lesz. Köszönöm. Igen, most már szóval van ilyen szó. Volt egy emocionális dalötlet, és ezt igazítottuk rá tulajdonképpen arra, hogy ez egy motiváló dal legyen. Aha. És aztán ezt megmutattuk a mobnak, és nekik nagyon tetszett, és így lett. Az, hogy Covid helyzet van, és nincs koncertetek, az a dalszerzésben segít? Valami? Tehát, hogy több idő van, vagy több a, nem tudom, a lehetőség? Teljesen érdekes az egész, mert én tavasszal ezt nagyon hullámvasútszerűen éltem meg, most meg nagyon motivált vagyok. Szerintem rég írtam ennyi dalt, mint mostanában. De nem biztos, hogy ezt majd tavasszal is el tudom mondani, ha kiderül az, hogy nem lesznek továbbra sem koncertek. Szóval, hogy most bár nem látjuk a fényt az alagút végén, de én a Balázsnak az előbb azt mondtam, hogy azért nagyon bízom benne, hogy júniustól meg tudunk indulni, vagy ha nem is júniustól, akkor majd júni végétől. Addig meg ezt a felszabadult időt tényleg próbáljuk úgy kihasználni, hogy írjuk a dalokat, és inspiráljuk egymást, és akár egy új szettel majd megjelenünk a koncerteken, aztán toljuk a bulit. Bunyós Pityukáó Laci kérdezik itt Szakács Geri és Furacsé mellett, kérdezik szóval, hogy benne van esetleg ő is. Hát nem, Bunyós Pityu nincs benne, viszont Erdei Zsolt benne van, én vele edzek amúgy a videoklipben, ami tényleg egy ilyen óriási megtiszteltetés, ezt az Instára is kiírtam egy ilyen sztorit, hogy nekem az első olimpia, amit így komolyabban néztem, az a Sydney olimpia volt, ez még 2000-ben volt, elég durva, hogy már 21 éve volt ez, és ott a Zsolt bronzérmet nyert, bár azt mondta, hogy erről ő nem szeretne beszélni, nem, mert hát, ja. Pedig aztán egy óriási dolog ez, és én akkoriban néztem az ő meccseit, meg aztán utána, amikor a német klubhoz igazolt, ott is néztem a meccseit, tehát ha valaki azt mondja nekem akkor, hogy majd én az Erdei Zsolt a madárral fogok edzeni, hát akkor nyilván kiröhögöm, tehát hogy ez egy ilyen óriási dolog, ez nagyon jó fej volt. És maradt is. Nem ütött nagyot. De a Sanyi is jó fej volt. Legalább. Nem, Sanyis, én ütöttem őt. Sanyi, te már tényleg kétszer voltál koronás? Tehát rajtad már kétszer állt mellod? Komolyan? Én tényleg kétszer voltam. Mi volt ez az orrhang? akkor ma folyt este. Kétszer voltam covidos, az elsőnél semmilyen tünetem nem volt, nem is értem, utána le voltam tiltva mindenről, otthon voltam egy hónapig, aztán szerencsére nagyon odafigyelnek ránk, és voltak, folyamatosan mosolyogsz, amikor beszélek. Rajtam, amikor legelőször bejöttem, akkor mondtadok, hogy jöjjek közelebb a kamerához, mert nagyon-nagyon komoly orhangom van, és nem tudom, hogy mennyire megy át az autókba. Kiváló, az orgánunk kiváló. Köszönöm szépen. Legközelebb is, és nem, képzeljétek el, szeptemberben volt, és rá két hónapra, pont a születésnapomon, november 20-án, jegyezze meg mindenki, megint elkaptam a koronavírust, pont a születésnapomon, és akkor már tünetes is voltam, tehát akkor már éreztem.
Mik azért az nagy teljesítmény, gyerekek, kétszer végig menni rajta, ügyes, nem? Ügyes vagy. És másodikra gyötört meg inkább, tehát második volt az, ami durvább. Igen, másodikra már tünetes voltam, két napig ágyba voltam, nem bírtam felkelni, utána szép lassan elment a szaglásom és az ízlelésem is, aztán már így a saját hangomat sem hallottam annyira orrhangon, úgyhogy akkor kellett volna behívnotok. De amúgy ez milyen érdekes, nem, hogy azt gondolná az ember, hogy egy sportoló simán átesik. Persze. Ezen, nem? Hát... egészséges, sportol, jó immunrendszere van. Nekem két jó barátom, a Bodó Ricsi, Bájdi Bence kézilabdások, átesett mindegyik rajta a víruson. Én azt gondoltam volna, hogy nekik azt a 110 kiló, mindkét csávó jó erőben vannak, és azért elég komolyan az ágyhoz tette őket. Úgyhogy ez hát is érdekes. Kiderült, hogy nem ettől függ, hogy milyen az állóképességed, hogy milyen az edzettséged. Na, meghallgatjuk a dalocskát, akkor persze, gyerekek. Jó, azért... egy fél percet letoltok belőle? Okay. Utána, hogy szoktuk mondani, két ajtóval arrébb tudtok majd kampányolni. Mi egyszer mindent vállalunk, hogy segítsünk nektek, nagyon szívesen. Ha hangulat csinálok, azért van itt még egy kis csemeges annyitól, azért abba is hallgassunk már bele. De le tudod játszani? Hogyne tudnám. Atya úristen, ja. Csak hangosíts ki. Nem élő. Tessék? Nem, ez egy felvételről. Emlékszel, ugye? Mi ez? Az alját tett. Nem voltam ott. Nem értem, mi kéne hozzá. Na, mit mondasz? Már jó, add egy profinak megmutatom. Figyelj. Mit csinál? Jó, hogy felkonfoltáltuk a dalt, most azt hiszi mindenki, hogy ez a dal. Nem. Eljutott hozzánk egy ilyen homvideós felvétel, ahol te héliumos lufit szívatnak vele. Héliumos lufit, akkor próbáltam ki először. Volt egy ilyen mély interjúnk öcsémmel, hogy milyen számokat szeretnénk, és kérdezték, hogy ismerünk-e valamilyen kínai népdalt, és azt mondtam, hogy nem, de ilyen kínai gyerekdalokat ismerünk, és akkor felénekeltem egyet, és ez nagyon megtetszett mindenkinek, és az egyik születésnapi bulin megkérték, hogy énekeljem el újra. És ez volt, csak kaptál egy kis héliumos lufit. Kaptam egy kis héliumos lufit, de én nem éreztem a hangomon a különbséget. Ugye, most is el tudnám énekelni. Azt gondolom, hogy ebből a héliumból valami benne maradt a szervezetedben. Tök ilyen hangot. És óriás itt megy a YouTube-on. Igen. Na jól van, gyerekek. Diász Huracs és Szakács Gergő, sok-sok sportoló. Két oldalú minden érem ez a dal. Már is mutatjuk. Jó sok sportoló van a klipben most itt közben, ment mögöttetett a klip, úszó, teniszező, futcsó benne van. Igen. Tényleg madártól kezdve, nagyon sok mindenkit megmozgattatok. Így van. Ez egy ilyen kis össznépi dalocska. És akkor van esély arra, hogy ez egy ilyen hivatalos induló legyen, akár, vagy ha mondjuk lesz olimpia, mondott valamit a MOBA, akár egy ilyen sportolói dal, vagy egy ilyen hivatalos induló, akár? Én ezzel kapcsolatban úgy gondolkodom, hogy ebből induló akkor tud lenni, ha ez a sportolóknak... okoz olyan inspirációt, motiváltságot, hogy mondjuk meghallgassák a versenyek előtt, és szerintem akkor tud működni. Hozzáteszem, már jöttek olyan visszajelzések, például Vai Vandával beszélgettem, aki vízilabdázó, ő is benne van a videoklipben, hogy ő mondja, hogy hallgatja edzések előtt, már kívülről tudja a szöveget. Én bízom benne, hogy ez sok-sok sportolónak tud adni tényleg. Aha. Egy löketet. Nagyon jó hangulata van tényleg. Sanyi, te versenyzel, te mész, te most mész az EB-re, azt mondtad, nem? Most fog menni vasárnap, utazunk, kell egy negatív tesztet produkálni itt is, és majd, hogyha kiérkeztünk, ott is. És hát nem tudom, hogy hogyan lesz lebonyolítva a szállásban, most mindenkinek saját szobája lesz, vagy országok külön szálloda szinten lesznek. Át kell csempészned magadat. Egyszerűen nem tudom. A német lányokhoz. Mindenkinek saját szobája lesz, milyen szomorú világ ez. Csak legalább az emelet legyen közös halószervezők. De még az sem biztos, hogy megrendezik? Vagy az sem biztos. Hát én már nem bízok benne. Tehát, hogy én abban... Akkor hiszem el, hogyha már ellövik a pisztolyt, hogy mehet, hogy versenyezhetünk. Ugye nekünk novemberben indult volna az első verseny, és semmilyen közleményt nem adtak ki róla, és két héttel előtte fújták le. Tehát az is annyira közel volt, Amerikába utaztunk volna, és annyira jó lett volna már utazni, meg az egész Covid-szituból így kikeveredni, és ugye novemberben így lefújtak mindent, decemberben se volt semmi, és akkor most egy januári Európa-bajnokság lenne, és legalább kiadtak már róla egy közleményt, hogy lesz. Aha. Úgyhogy most
azt tudom mondani, ilyen 90%, hogy ez meg. Ez ember elutazik, de még az sem biztos, hogy elutazik, és annak kellene, hogy két nap múlva mondjuk tényleg előjük a statisztikát. Igen, igen, tehát hogy lehet, hogy itthon produkálunk egy negatív tesztet, kimegyünk, és valahogy bejön egy fals pozitív, és akkor kint ragadsz Lengyelországba két hétre, nem tudom, hogy azt hogyan. Vannak csajok, van hélió, miért? Mi van a tegetőben? Hát megvan a dal, ennyi. Igen, figyelj, a nyári olimpia, tudom, hogy nem érint, de arról van valami hír, nem? Mégis csak közelebb vagytok a tűzhöz. Hát mert ugye most a japánokról olvastam, hogy akkor csak 30% támogatja, hogy egyáltalán megtartsák mondjuk zárt kapuk mögött. Tudtok valamit? Az állam, én azt hallottam, az állam az nagyon szeretné, a japán állam nagyon szeretné megrendezni, hiszen nagyon sok pénzt költöttek rá, és tényleg jó lenne megrendezni, még hogyha zárt kapus akkor is, és szerintem a sportolók is nagyon szeretnék, hát, tehát, hogy nagyon sok sportoló, aki oké, vannak 20 éves sportolók is, de ne felejtsük el, hogy vannak 30-35 éves sportolók is, akik valószínűleg az utolsó olimpiájukra készültek kőkeményen, és ez most teljesen betett nekik. Tehát, hogy nagyon sokan beszélnek arról, hogy ez az egy év nagyon sok idő, de nálunk extrán sok idő, tehát, hogy minden egyes nap felkelünk, minden egyes nap edzünk, és ez, ami a dal is erről szól, és a Diaz is beszélt róla, hogy ő is volt mélyponton, mindenki volt mélyponton, és két oldalú minden érem, van a mély oldal, meg van a magas oldal, a jó oldala, amikor mélyen vagy, akkor tényleg mélyen kell lenni, amikor fent vagy, akkor meg tényleg azt érezd, hogy fent vagy, gondolom, Balázs, érezted már így magad. Ő csak azt érzi, hogy fent vagy. Én csak mélyben vagyok. Én egy mély búvár vagyok. De onnan szép föltörni. És ez a szám is így próbálja kirántani az embereket ebből az érzésből és motiválni. Tehát, hogy most az embereknek szerintem a legnagyobb szükség a motivációra van, hiszen a remény az, hogy olimpiát rendeznek, mindenki olimpiára készül. Tehát, hát igen, hogy valamilyen normalitást visszakapsz az életedből, nem? Hogy nézel sportesemény, sportközvetítést, olimpiát, egy kicsit úgy minden visszazökken a régi kerékpárgásból. Igen, az olimpiát még ti is nézitek, tehát a Pjongcsákot, azt még ti is látok. Láttátok, nem? Hát persze, többször is. Neked a Sydney olimpia az első élmény, nekem 88 Szöul. Kicsit más a korosztály, de ugye, ha emlékszem, összünk az Egerszegi, meg a Darnyi úszott, meg a Sike birkózásban ugye Szöulban aranyérmes lett. Hát ezek nekünk nagy élmények. Srácok, nagyon köszi, hogy jöttetek. Nagyon jó a dal, úgyhogy köszönjük a lehetőséget. Reméljük, hogy fogjuk tudni játszani. Köszönjük szépen. Nagyon-nagyon köszönjük, hogy itt voltatok. Vigyázzatok magatokra, és hát akkor már most már jövő nyáron, most már tényleg. Remélem, hogy jövő nyáron, remélem, hogy egy backstage-ben valahol le tudunk részegedni. Várunk titeket sok szeretettel. Azt nem tudom mondani, hogy ezen és ezen a fesztiválon valamelyiken találkozunk. Úgy legyen. Gyerekek, igen, ha két éve annyira berúgtam, hogy felmentem hozzátok a színpadra énekelni, idén, ha lesz fesztivál, vállalhatatlanul fogok viselkedni. Mesztelenül fogok rohangálni a backstage-be, és úgy megyek a színpadra. Jó, tehát minden gőzövet ki fogom adni. Figyelj, de ma hogy haladszom úgy a zongorázással? Remekül, most a bátyám elvitte a zongorát, mert azt mondta, hogy tehetségesebb, mint én, úgyhogy most már volt zongorám, most egyőre visszaléptem, mert nincs. Mindegy, egy dal tanulj meg, és akkor jöhetsz, jó? Jó, oké. Na, csáó, hello. Köszi, srácok, szevasztok. Köszönjük szépen Sanyinak, Diáznak. 9 óra van pontosan, jövünk mindjárt a hírek után. Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Gyerekek, itt vagyunk, 9 óra után 13 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága hallgatók. Hát nagyon sűrűn zajlanak az események. Itten kérem szépen, jönnek, mennek a vendégek, remek zenék, élő egyenes adásban pedig Jennifer Lopez In The Morning című számának premiére. Itt a Rádió 1-en. Jennifer Lopez mesztelen, csak mondom. Hol? Ebben a klipben. Hát nem látjuk. Na ne. De durva. Azt a mindenit, igen. Hát. Nagyon jól tartja magát. Hát ja, na. Na nyilván van ebben meló. Van ebben retus rendesen. Most mi van? Ha most én nő lennék, akkor mondhatnátok, hogy irigy vagyok, de most pasiként nem mondhatom. Akkor tudod, mit irigy vagy. Pasiként vagy. Szeretnék ilyen jó nő lenni, hogy 3 évesen. Én ilyen jó nő akarok lenni. Nem, csak mondom, hogy ez a dal még meleg. Ugye? Meleg? Hogy? Igen. Ez a klip 13 órával ezelőtt jött ki a vágóasztalról. Hát az ütő majdnem megállt bennem. Tényleg? Azt a mindent. 13 évvel ezelőtt, vagy 13 órával ezelőtt még vágták? A 13 órával ezelőtt még két San Franciscói technikus még fényelte Lopezt egy kicsit, érted? Az utolsó füvesdeket nyomták el. Az utolsó, igen, viccecigit adták körbe. Meg vagyunk, mert! In the Morning, ez a dal címe. Ez szólt most itt nálunk. Akkor ez egy friss dal.
Aha. Tényleg? Te se vagy de hülye. De az mikori egyébként? Az novemberi. Az is friss. És most jött ki a klipje. Igen. Ráértek. Hát előbb megfutatták nem a úgy, nótán. Nem úgy, hogy egyszerre jön a dal és a klip. Most már nem, ez egy másik világ. Mert akkor fut egyet a dal, és utána még egyszer meghallgatod, amikor megnézed a klipet. Jönnek itt a diázék, érted, egyből hozzák a klipet is. Hát ez már régi módi. Ki kell jönni a dallal, és 3 hónap múlva a klippel. Futsz vele. Aha. Ilyet sem hallottam még, de ezek az amerikai, ezek van ott gógyat, ezek kitalálnak egy csomó mindenhez. Na, igen. Nézd csak oda. De tényleg, egyébként jó a klip. Na, és akkor ezt játsszuk sokat? Nem. Hát most túl jó, ahhoz túl jó, lett. Ez túl új és túl jó ahhoz, hogy is játsszuk. Túl új, ettől megijedünk, ezt levesszük, maradjanak a régiek, abban nem csalódhatnak. Olvastátok ezt a Pfizer vakcinát, hogy milyen jókat írnak róla? Na, mit? Most az a baj, hogyha arról beszélek, hogy én még nem iratkoztam oltásregisztrációra, akkor oltás ellenes vagyok, mint tegnap. Ha most elmondom, hogy milyen jó adatokat kommunikál az izraeli oltás után a Pfizer vakcina, mire jöttek rá, meg milyen összefüggések vannak, akkor meg azt mondják, hogy most tudom, hogy most itt már lekenyereztek, megvettek. Így van, kilóra. Kilóra, igen. De nem, megnézték, hogy mit okoz. És hogy milyen védettséget akar, és hogy kiderült egyébként, hogy az oltottak korosztályban harmadával csökkent a fertőzés mértéke, és hogy azokat is megvédi, akik nincsenek beoltva, mert hogy egyszerűen annyira lemegy a vírus fertőzés. Tehát én beoltasz engem, nem tudok már úgy fertőzni, és kiderült, hogy egy harmadával, egy felével, és aztán brutális mennyiségben esett vissza az új fertőzöttek száma. Ez és ez a Pfizer miatt. Tehát nagyon jó. Ugye ez volt a legnagyobb ellenkező indok a vakcina iránt, hogy magát a fertőzési készségedet nem befolyásolja. Tehát azért kapsz oltást, hogy te ne legyél olyan beteg. Igen. Ez ugye azért jó hír, mert körülbelül ez az elvárás egy vakcinával szemben. És hogyha ezt hozza, akkor... Nem. Nem, várjátok, lehet, hogy rosszul magyaráztam, de megtudom, ezt sokkal értelmesebben is magyarázni. Tehát ez arról szól, hogy... Csak két zene után. Na. Csak két zene után, amikor olvasom a cikket. Ne, ez ugye arról szól, hogy megnézték, most már van az eltelt elég idő az első és a második oltás között. És azt figyelték, hogy már 2 héttel az első dózis után harmadával voltak kevesebben a fertőzöttek az idősek között, de nem csak az oltottak körében, hanem csökkent a megbetegedések száma is. Igen. Aha. Azoknak, akik nem oltottak a környezetében, akiket beoltottak. Nem, tehát hogy nem csak az oltottakat védi meg a COVID-19 fertőzéstől, hanem azt is segít megelőzni, hogy már a fertőzéseknek a száma csökkent azoknak a környezetében, akiket már beoltottak. Így van. Tehát nem azt mondom, értitek, mit jól mondod, de tökéletesen igen. Mondod, csak ügyes. Tegyünk hozzá még szerintem egy fél mondatot. Szerintem merengedjünk inkább. Ja, de nem. Mert hogy... A már beoltott emberek segítenek csökkenteni a fertőzést, és azok sem kapják el pontosan az oltás miatt, akik a környezetünkben vannak, de még nem oltották őket, brutálisan visszaesett az új fertőzöttek száma. Tehát azért ez jó, oké, hogy ezt várjuk egy védőoltástól, de senki nem tudta még, hogy mi lesz 1 héttel, 2 héttel, 3 héttel az oltás előtt, mivel az izraeliek, hát finoman csókosok, kaptak egy nagyobb adagot, ugye, így innen, így már van, eltelt 1-2 hét, és látjuk, hogy mit okoz maga az oltás. Hát azért ez mindenképpen jó. És a Sputnik esetében is úgy tudom, hogy vannak egyébként már adatok, 25 éve titkosítva. És ugye a kutatás legfőbb kérdése az volt, hogy vajon csak az oltottak megbetegedését akadályozza meg, vagy a vírus továbbadását is lassítja a vakcina, és kiderült, hogy az oltás 5-12. Napjáig nem hatott ki az általános fertőzési arányokra, megfigyelt 200 000 60 évesnél idősebb körében, de a 13. napon már enyhén csökkent, a 14. naptól pedig harmadával csökkent a megfertőződésük az egész korosztályra kivetítve. Tehát, hogy brutálisan visszaesett az új fertőzés. Ez mindenképpen jó. Tehát nem csak az gátolja, hogy a beoltott személy megfertőződjön, hanem a kitett szemét ugye abban is megakadályozza, hogy a vírust átadja másoknak. Úgy van. Ezért ez klassz, ez így jó, ebben a formában. Igen, ez jó eddig nem tudtuk így van. Oltásról. Jó. A Sputnik pedig világít sötétben. De legalább könnyebben megtalálnak. Te tudod, hogy ház majd a hetesen a BKV az éjszakajáraton, tudjuk, te Pfizer kaptál, te pedig Sputnikot. Így van. Azoknak, akik például Sputnikkal vannak beoltva, és este például kerékpároznak, viszonylag rosszul világított környéken, nincsen szükségük macska szemre, illetve megkülönböztető mellényre. Igen. Na, de ha már abszurd hírek, kettőt találtam, nagyon jó egyébként. Riasztóval szerelni fel dolgozóit egy svéd vállalat. Ez megvan? De mi, jutott. Mi, a lopás riasztó? Vagy? Várja, milyen riasztó? Na, milyen riasztó? Már, hogy lopás riasztó, ugye? Ott is nyilván kiviszik a cuccokat, de akkor ez nem. Aztán elalvás riasztó, hogy munkaidőben ne aludj. Milyen, nagyon durva, gyerekek, riasztanak? Nagyon durva. Most olvasom pont az 1984-et újra, nagyon szeretem azt a regényt. És hát kísérteties.
ez a történet. Azt mondja, hogy egy nyakláncot kell viselniük, a svédek kiadták egy Franciaországban dolgozó, svéd anyavállalat dolgozóinak, hogy viseljetek olyan nyakláncot, ami jelzi nektek, ha túlságosan közel mentek a másikhoz, és megsértitek a biztonságos távolságtartásbeli... Tehát másfél méternél közelebb kerültök hozzá. Így van, 85 decibelles hangon kezd el sipolni a nyaklánc, amire kötelezni akarják a dolgozókat, hogy vegyél fel egy nyakláncot, hogy ne menjél közel a másik emberhez. Ha megteszed, akkor ez nagyjából egy ilyen, mit tudom, 8 decibel, ez mit tudom, egy fűnyíró zajának felel meg körülbelül, uh-huh. amivel a nyaklánc elkezd sipolni, hogy te megsértetted a social distancing-et, tehát hogy túl közel mentél, nem tartottad be a másfél métert. Mi lenne hétvégén Eplényben? az konkrétan még Győrben is hallanák. Vagy egy körúti gíroszosnál térben. Azért ez milyen durva. És egyelőre még csak ők használják a svéd állat, hogy tesztelik a rendszert Franciaországban, de hogy ez cél volt, hogy minden dolgozó akkor lehetőleg írjon alá egy papírt, hogy felveszik ezt a nyakláncot és hordani fogják. Ez is milyen érdekes, hogy nem otthon tesztelik Svédországban, hanem Franciaországban. Nem tudom. Ők nem kockáztatnak. De nem rémisztő? Vagy nem egy, tényleg nem egy ilyen skifi az egész, nem? Hát figyelj, hogy ez is megint egy olyan dolog, hogy így azt lehet mondani, hogy van valamiféle, tehát hogy el tudod fogadni a dolgot. De már azt, mindenre azt mondják, mondjuk. Hogy, már mindenre azt mondjuk, hogy érdekében. De az én biztonságom érdekében lassan oda jutok, hogy igen aláír, igen elfogadom, van, igen, igen mondok, hova, hordom a nyakláncot, minden azért, hogy elhiszik, hogy engem... Ez egy emberi tolatóradar, hogyha azt veszük. Na de várj, és ráadásul kettőnknek sípol. Tehát holnaptól mondjuk azt mondaná... Az enyém is sípol. Igen. Azt mondaná Buda Márton. Ja, tudom. Segíts egy kicsit, honnan kéne ismernem az urat. Hogy mit tudom, a rádióban mindenki nyakláncot hord, ami sipol 85 decibellel, hogy ne menjél közel másikhoz, akkor Vadó János egyébként a maga kellő kimértsége azt mondja, hogy természetesen fogom hordani nyakláncot, hiszen ez az én egészségemben történik. Nem bevágnád valahova, és azt mondtad, hogy elmentek ti a jobb üdös fenébe, hanem hogy most előadtad itt a műsorban, de hát ez a mi biztonságunkat szolgálja, természetes, hogy felveszem ezt a nyakláncot, hagyjál már! Várjál csak, Marci, van itt neked valami. Várjál, nézd, ezt találtam a zsebembe. Nézd. Most húztam ki a középsúlyamat innen. Akacsak. Csinálj vele, amit akarsz, de ne vidd messzire. Ugye? Tehát, hogy a saját bőrödre teszem át ezt a dolgot, akkor már nem fogalmazol ilyen filmet. Tehát ez csak a biztonságunk megtartása érdekében. Hát az anyjába küldenéd el azt, aki ezt mondaná, hogy hordjál nyakláncot, mint egy kutya, ami sipol, ha én mondjuk téged meg akarlak ölelni, érted? Oké. Okay. Nem? De miért pont az ölelés? Most mondjuk, mit tudom én, csak közel akarok hozzád menni, nem tudom. Csak úgy mondtam. Hát azért ne fogadjunk el mindent, teljesen őrült szabályokat egy őrült világban, csak azért, mert azt mondják, hogy ez a te biztonságodat szolgálja. Maradjon meg bennünk azért valamiféle, nem azt mondom, hogy ellenállás, de legalább egy kérdés, vagy valamiféle távolságtartás, vagy fenntartás. De ha Müller Cecília mondaná, akkor viszont szó nélkül fel. Csak mondom, hogy nyugodjál le a csodában, Müller Ceciliát beoltották. Tudom, már biztosan van. Nem is tudom elfelejteni ezeket a képeket. Így van, tehát Müller Ceciliát beoltották. De nem ha tudom, valaki meg félette az egésztől, és állandóan oda sunyogsz mögé, érted? Gondolom nem igazságszérumot. Igen, sós vizet 2 liter. Nem, beoltották. Azt hiszem a Pfizert kapta. Azt hát mit kapott volna? Hát már van már nálunk, mi az ennek a Moderna? Valami más jön már, nem csak Pfizerünk van. Azt az ennek hol van, még az nincs. Az nincs, de valamint a Moderna van, kínai albukot, azt az ennek még vizsgálják, Moderna és Pfizer a kettő érkezik. Moderna most érkezett a héten, azt hiszem az első szállítmány. Igen. És a másik volt, már volt raktárban az 50-es évek óta. Már azt már elszóltuk. Nagyon hasonlít a Sputnik és a beluga vodka alapanyagai nagyon hasonlítanak, úgyhogy aki a Sputnikot kapja, az 2 hétig nagyon jó kedvű. Miért is a német hír? Hát ugye a mainstream média nem nagyon hozza, illetve eltüntetik innen-onnan. Rendőrök csaptak le 20 fős házi bulira Németországban, ahol gyerekek voltak a szülőkkel. Mert hogy egy óvodai buli volt. Egy óvodai buli volt, az megvan. 30 fős bulira csapott le a rendőrség. Érted? Hát azért ott se lopják a napot. Azért ez megnyugtat, hogy a német rendőrség is azért nagyon a helyén van. 30 fős bulira csaptak le, ahol az anyukáik a gyerekekkel a szekrénybe bújtak el, úgy megijedtek. Nem viseltek maszkot. Bulisztak ezek a rohadékok, érted? Volt ott néhány boldog felnőtt és néhány boldog gyerek. Földre mindenki rohadékok! Ez az! Dobd le azt a fakockát! Csatogos lepkét el, jobbra, gyerünk, tette hátra a kezedet. Kakaós kalácsozunk, így van. Kakaós kalácsozunk. Ne sírjál, vedd ki a cumit, ha hozzá beszélsz. De figyelj, eljutottunk a megfélemlítés azon korszakába, hogy a németek, a magukos, jól szituált, kis, jól öltözött, kis étkezésű közepette 15 aranyos gyerek, és 15 nagyon disztingváltan bulizó felnőtt megpróbált elbújni a rendőrök elől. A szekrényben. A szekrényben síró gyerekeket találtak, akiket a szülők elrejtettek a fürdőkádba, meg a szekrénybe. Húzzuk, néhány apuka is. Kézzel, de... Bekerül a
Prius az óvodás könyvbe. A nő 5 gyerekkel együtt bezárkózott a WC-be, a többiek pedig szekrényekben próbáltak elbújni, mondta a rendőrségi szóvivő. Uh-huh. Fele arányban találtak gyerekeket, fele arányban találtak felnőtteket. Nem, ez Orwell gyerekek, ez Orwell 1984. Tehát nem egy török drogbandára csaptak le a rendőrök, ahol 60 kiló kokaint, 40 kiló heroint és 100 kiló marihuanát találtak. Fele arányban találtak felnőtteket, fele arányban találtak gyerekeket. És a szekrénybe rejtőztek. De miután bedobtuk a fényjárátokat és befújtuk a könyvgázt, előjöttek mindannyian. És a szomszédok nyomták föl vajon őket, hogy túl hangos volt a gyerek zsibaj? Ez egy 57.000-60.000-es kis alsó szárszországi város volt, ahol azért ember-embernek farkasa. A németek felnyomták őket, a szomszédok, hogy túl hangosan bulizik itt 15 felnőtt 15 gyerek. Hát ugye, hogy azért ez nem olyan, mint egy, sci-fi tényleg, amikor látod, hogy ilyen elképesztően felfegyverkezett rendőrök mennek általános honpolgárokhoz, akik egyébként semmi nem csinálják, oké, bulizák, nem lehet gyülekezni, tudom, szabályt szektek, na de azért nem egy mexikai drogkártelet csaptak le. És van náluk vízi pisztolyért, hogy visszalőnek. Így van. Hát azért, azért csak legyen fegyver. Komoly rendőrség vonult ki, tehát komoly járőrökkel mentek ki. És rabosítottak mindenkit? Persze, miután lerúgták a Judith Fischer-lemezt. A lemez játszóra. Igen. Néhány gyerek állítólag megpróbált lecsúszni az ereszem, de a rendőrök a brüsszeliesekről tanulva odálltak az eresz alá, és elkapták a 6 éves Jürgenkét. Igen, eltávolították róluk az álszakállakat és az álszemüvegeket. Kirámolták a hátizsákjukat, amiben Maci találtak. De tagadták, hogy az övék lenne a Maci. A sőt, a hátizsák se az egyéb. Kájne Maci ham-ham szendvics, ahogy mondta a rendőr. És akkor rabosítják a gyerekeket? Tehát elviszik őket ilyenkor be a rendőről, se előállítják, igazoltatják őket? Vagy van egy jobb fejrendőr, aki azt mondja, hogy oké. Értjük, hogy ez most nem lehet, azért őrizzük meg a idegvérünket, és kezeljük helyén a helyzetet. 15 gyerek valószínűleg elfújt egy tortát, a szülők aranyosan tapsoltak, és kettő apuka egy iPhone-nal fölvette a 8 éves Jürgenke szüli napját. Azért nyugodjunk meg egy pillanatra, hátrébb a könyvgázzal, a gumibottal és a rabosítással, értjük. De azért ne csináljanak ilyet, de azért tudjuk, nem hogy szülők és gyerekek. Elviszik. A 15 síró gyerek ott marad egyedül, jaj az anyukám. De hogy is javítónevelőbe mennek. Azért azt gondolom, mikor egy idegen szülő előttem bújtok egy szekrénybe, és kettő abból zokok, nem? Bent meg rendőrök rohangálnak könyvgázzal, meg gumibottal. Mi lesz most velük, elvisznek? Hogy ez valami turva amerikai film, nem? 2040-ből valamilyen, nem tudom, Szárnyas fejvadász 3. Tehát az ember ezt így képzeli. Na, Istenem, na jól van. De ne bulizgassanak egyébként, meg ne bulizgassanak. Bulizgassanak, nem? Tartsák be a szabályokat. Úgy kell nekem. Nem lehet. Kis hülyék. Elkényeztetett kis hülye néme gyerekek. Biztos megmondta az anyukája, hogy nem lehet most születésnapi buli, mert nem gyülekezhetünk. És a kis Jürgenke el volt kényeztetve. Szeretett volna egy SQ7-es már a 14. születésnapjára. 5 éves lett, hát ne hülyéskedj, óvodai buli. De miért, ha most itt Magyarországon te összejössz a barátaiddal mondjuk 12-en egy lakásban péntek este, ott ugyanúgy rátörhetik az ajtót? Rád. Hát, ha 12 felnőtt, akkor igen. Ha 6 gyerek, 6 felnőtt, akkor nem. Mert a gyerek nem számít. Nem számít, 14 év alatt, és 10 főig meg még lehettek a lakásba. Felének elhiheted egy átlagos szerda. Ez egy sima nap csak, amiről beszélgetünk. Tehát 9-en még oké, 10 nem oké? 10 oké? Hát 10-ig, az 10 szerintem. És ha betöri a rendőr az ajtót, és mondjuk leszámolja, elbújunk, vagy akkor utána azt mondja, bocsánat, meg vagyunk, nem nincsenek annyian, kimegyünk? És ott hagynak? Igen. Tehát azt lehet? Még arra is figyelnek, hogyha 9-en vannak bent, és betöri az ajtót a rendőr, bemegy, és vele együtt vannak meg 10-en, a következő rendőr őt is lecsukja. Te is itt voltál, és szolgáltatok. 9-10, nem tudsz számolni, de tudok számolni, de én veletek vagyok, már nem vagy velünk. Borzasztóan abszurd, nem? Az egész, nem érzitek? Mindent elfogadunk, hogy a rend érdekében? Oké, mit csinálunk? Semmi, ja nem, semmi, csak hogy ennyi. Olyan... Ért. Maguknak kavarták az ilyen németek. Úgy kell nekik, ez az úgy kell nekik. Nagyon kemény, gyerekek. Nagyon kemény, na jól van. Nekem lefagyott a monitorom egyébként közben, de nem baj. Játsszunk egy jó kis játékot, lehet rá jelentkezni? Bizony. Jó, toljuk. Toljunk akkor. Jó, lehet jelentkezni. Jelentkezzetek játékra. 9:30 van pontosan, itt vagyunk mindjárt a hírek után. Írja valaki, hogy Angliában azért vittek el két nőt a padon, mert egymás mellett ültek és kávéztak. Megerősített forrást kérek róla, fényképet és dokumentumok. Mert ez rémhír terjesztés így ebben a terjesztés, ülünk a padon, kávézgatunk, hát persze, hogy elvisz a rendőr. Egy ilyen komoly időszakban, mint a Covid.
Annát nem is kávézgató. Figyelmeztették, hogy nem kávézgatunk ám a padon. Jött Anna előbb-utóbb úgyis egy rendőrőrsön. Az biztos. Ez az tudja, biztos hogy vagyok benne, hogy ő mint zsandárk, érted, megy majd a előre. Szabadságom a kávém! A szabadságért, és egy ilyen, az ORFK és a BRFK együtt fog egy közös mágiát rakni a Hősök terén, ahol az orláni szűz zsandárként fog Anna a mágián elégni, és érted. És is fogja a kis papírpoharát. És azt mondja, hogy a szabadságunk, az életünk és a vérünk, de inkább a mágia halált választja semmit, hogy letegye azt a Starbucks-os poharat, és arrébb jön egy fél méterre. Na. De nagyon helyes. Így van. De ezért ez tényleg durva, gyerekek, ilyen híreket olvasol közben. Szóval, hogy valahogy úgy, ha akarom, nagyon rémisztőnek látom. Ha akarom, elengedem, és azt mondom, hogy oké, fél év múlva úgyis minden visszáll a normális kerékvágásba. Nem? Hát nézd inkább vagy a NatGeo-t. Tessék? Nem. Olvasgassam valami jót. Nem, így van. Nem, szerintem nem így van. Nem áll vissza? Ja, de visszaáll. Nem, mi nagyon hiszünk benne. Mi ezért nagyon akarjuk, így van. Ugyanúgy akarjuk, mint te. Csak figyelj, van egy szabázás. Nem lehet kint ülni a padon kávézni. Ők kiültek, jött a rendőrség, azt szóltak rájuk. Hát most erre mit csináljak? Szerintem valami örökre eltűnt. Igen? De ez vissza fog jönni, majd igen, ülhetsz, ha ez elmúlik. Szerintem akkor valami örökre eltűnt. Például az a némi bitcoin, 70 milliárd érték. Nem úgy értem, hanem hogy úgy valahogy úgy olyan sötétebb lett minden, nem? De nem az oltás, meg nem a chip beültetés, meg az 5G, nem erről beszélek, hanem hogy ugye régi jövünk, megyünk, utazunk, szabadok vagyunk világból, valami úgy, mintha végérvényesen megváltozott volna. Én azt az hiszem, hogy azt az életet talán soha nem fogjuk úgy abban a formában visszakapni. Lesz oltót, leveled, oltatsz, megnézik, ellenőriznek, szabályokhoz kötnek, de hogy úgy, mintha egy ilyen nagy sötét felhő jött volna egy az emberiség fölé ezzel a vírussal, nem? És ezt most el kell fogadnod. Tehát, hogy nem tudsz vele mit csinálni. Van a YouTube-ban egy nagyon érdekes dokumentumfilm, ott arról beszél, hogy a 2020-as, 30-as évtized az az oltások évtizede lesz. Jön még más hogy is. Nagyon sok minden fog jönni, igen. Igen. Egy gondolom egy híres tudóstól. Érdemes, egy órás YouTube dokumentumokkal, szerződésekkel, nagyon klassz kis filmecske. Nem ilyen háttérhatalom, meg Deep State, meg nem erről szól, hanem hogy nagy fejesek hogyan vizionolták ezt már előre, hogy egy-két évvel ezelőtt ők már mennyit beszéltek arról, hogy milyen fontos a vakcinákba fejleszteni, és hogy az oltások évtizede jön, és ez fogja megmenteni az emberiséget is, igenis. Az átoltottság, az oltás, mondták ezt 2-3 évvel ezelőtt, amikor még nagy kerek szemekkel nézted ezeket a felvételeket, hogy Most ebből a honnan tudja ez, hogy jön ez, és most itt vagyunk, ennek a 2021 az oltásról fog szólni. Nagy többség erre azt mondja, ugye, megmondtam, ők már tudták előre, ők csinálták az egészet. Ez azt belőle. Nem tudom, hát aztán persze nagyon sok ilyen nem kell ezt feltétlen támogatni, mondani, csak ez érdekes, egy óra a YouTube-ban. Bemondom a címét, csak meg tudjátok nézni. Jó? Jó. Feri, légy. De nekem nincs időm. Rohagyjatok. Sajtoszt kell csinálnom, edzés is. Egy csomó dolgom van otthon, még lehet, hogy havat is kell lapatni, nézd már egy egyszerűt, legalább felé. Nálam biztos, hogy van hó. Tudod, de mekkora a tópart? Gondolom. Hívjuk a játékos gyerek? Persze, csörögjünk rá. Igen. Itt van már, itt is van, csak nem látom, mik hol van. Itt van most. Halló, jó reggelt! Jó reggelt! Szia! Jó reggelt! Bálint, honnan hívtál minket? Egerből hívtalak titeket, most itt vagyok jelenleg. Mit csinálsz? Hát ilyen önszorgalomból tanulok amúgy filozófiát, amúgy már végzett magyar tanár vagyok, csak nincsen diplomám, mert a nyelvvizsga nem sikerült sajnos, úgyhogy... Ez egy filozófiával kínzod magad? Igen. Szeretem alapvetően. Igen? Várjál, igen? Ebbe se lesz diplomát, ha nincs nyelvvizsgád. Viszont meg fogja tudni ideologizálni, hogy miért nincs. Nem, ez alapvetően, ez csak ilyen önszorgalomból tudok, tehát, hogy ilyen, én olvasok, nem úgy kell elkezdeni főiskolán, tehát nem itt Egerben. Itt lakok most jelenleg, Debrecenben tanultam, és akkor most úgy a nyelvvizsga mellett tanulom önszorgalomban, nem főiskolán, tehát, hogy alapvetően. Csak ilyen unatkozok és pillanatok. Hát ez nagyon szép, hogy egy fiatalon már ilyen filozófiát hallgat, és milyen filozófusokat, vagy milyen filozófia, görög filozófia, vagy mit hallgat? Ja, igen, a görög filozófia is többek között, és hát modern is alapvetően, viszonylag modern, ugye
napjaink nagy gondolkodói. Bajer Zsoltot, Pörzse Sándor. Pörzse Sándor, igen. Tegnap én is emlegettem a filozófiát, Szofoklész volt rendesen, mert lemosattam a kocsit kívül belül. Zéterem nem volt nyitva, igen, pedig torkos tüketek volt. Kire játszanál, Bálint? Szerivel én úgy gondoltam, már régen hallgattam játékban. Igen, hiszen tegnap előtt is én játszottam, de már le is vettem a fülest, hagyjátok a feladatot, megcsináljuk. Kapd le a füles, jó. Na ki legyen? Személy legyen? Legyen. Hát akkor már kapcsolódjon Bálinthoz, nem? Igen. Na? Bálinthoz kapcsolódjon? Hát a játékosokhoz kapcsolódjon, persze. Igen. Aha. Akkor egy filozofus legyen? Legyen mondjuk Arisztotelész. Feri, sose hallottam. Akkor legyen Epikurosz. Hát most tudom, van még. Érted, per, jó. Akkor jó, legyen Platón. Igen. Vagy nem? Legyen Szokratész. Nem fogjuk kitalálni. Nem akarom itt nagyon mutogatni az általános művetségemet, de tudom. Platón. Legyen Epiktétosz. Hát mit tudom én? Én szeretem egyébként a görög filozófiát nagyon. Euklidész, jó? Nem jó? Jó. Annyi legyen? ABC sorrendbe adja föl egyébként a filozofusokat a Wikipedia. Nem akarod bekapni a makkomat? Csak kérdezem, hogy... Jó, ahogy gondolod, jó. Lehet. Tálész? Na, jó, legyen Tálész. Ott osztottak egy Tálész. Tényleg egy Tálész. Na ki legyen? Legyen Platón. Jó. Jó. Megvagyunk. Véged van. Megvagyunk. Se nyelvvizsga, se csomag. Igen, ez ugrott. Szemetek, jó ide rohadék. Na jó, figyelj. Megyünk akkor? Megyünk, jó? Már most megyünk? Ja, óra indul. Bocs, várja. Annyi gombot kell itt nyomnom, hogy várja. Az rajta, pajta, leszakadt a pajta. Oké. Na, tárgy! Nem tárgy. Nem tárgy. Fogalom? Nehogy nem. Fogalom, rohadékok. Azt hittem, hogy fogalom. Akkor élőlény? Nem. És élőlény, bocsánat, élőlény, igen. Már, várjál, akkor jó, személy? Személy, igen. Személy, aha, de már nem élő személy. Nem élő személy. Nem élő, hanem, ja, akkor holt személy, nagyszerű. Nő? Nem. Már akkor az emberiség jelentős részéből csak a fele maradt meg, akkor férfi. Igen. A szakmádhoz, de várj, az meg nem szakmá, igen. De kapcsolódik arról, amiről beszélgettünk vele? Igen. Az a személy? Igen. Tényleg fölött? Nem már. Ne, könnyű. Akkor... Könnyű. Hát van egy pár. Kant azt írja egy helyütt. Na várjál, ő egy filozófus? Igen. Német? Abból kettőt is tudok. Hát ő nem német. Német. Meg azok pszichológusok, meg pszichiáterek voltak, ha Freudra is jutra gondolsz. Nem azokra gondolsz. Jaj, te. Görög. Most miért mondod, hogy úgy érzed, hogy nehezet adtunk föl? Most miért gondolod azt, hogy néhány görög filozófussal olyan nehezet adtunk föl? Várja, görög filozófus. A betűvel kezdődik? Nem. Nem úgy, hogy a görög filozófus. A Jorgos Travel. Görög. Jó, és nem a betűs. Várja, kit is? Fú, úristen, várja. Iskola alapító volt. Nagy. Hatása volt a középkori filozófia, talán még az ókorira is, ha jól mondom, igen. Tehát nagy hatású filozófus. Nagy hatású filozófus. Görög nagy hatású filozófus, nem A-val kezdődik. Uh-huh. Az ABC együk betűjével kezdődik a neve. Nagyon jó. Görög ABC együk betűjével. Jó. Ez a B. Nem. Sikíts, ahogy odaérek, ABC D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, Ö, P, Q, L, Q. Igen, melyik tél sikított? A P-nél. P! Pina. P! Akkor ezt tudod. Pallasz Athéni. Megvan. Pallasz. Na mondjad. Azt egyet tudok, egy P-t. Akkor jó. Platón. Így van. Igen. Jöjjtek a francba. Szép volt, Feri. Platón. Benne így van. Tudtam, hogy téged kell választani. És ezt is csak az alfa miatt. De mekkora rohadékok vagytok, hogy egy ilyet adtok fel. Azt egyébként meg azt szoktuk fölödni, hogy kis kancsó. Igen. Meg hóesés, meg ilyenek. Igen. A két világ elméletét olvasod, az nagyon tudták, jó. Tudtuk, hogy te profi vagy. Én mondtam Balázsnak, hogy a véres két világ elmélete, az nagyon jó kis elmélet, a két világ elméletét olvasd el Platontól, az izgalmas. Két világ van, ugye? Így van. Miután megnézted azt a YouTube linket, jó?
Amúgy... Igen? Azért is választottam Ferit, mert eszembe jutott ő, mert a tegnap néztem egy német voice adást, és át is küldtem nektek Facebookon, a zsűritag teljesen Igen, már megkaptuk régen. Igen. Egy német zsűritag. Igen, igen, még fotózkodott is Feri itt a Plazma TV előtt vele, igen, nagy, tényleg nagyon hasonlítanak. Teljesen úgy néz ki, tényleg. Jól van, Bálint, van egy szép ajándékcsomagod, megküzdöttünk, de megszereztük, jó? Igen, köszönöm szépen. Meg nagyon régóta próbálkozok adásba kerülni, úgyhogy nagyon örülök neki. Senki nem érdekel. Én... Jó, ez a te baj. Ez egy egyéni szociális probléma. Sorsodott egy tragédiát, de így van. Nem mondta, hogy nincs bennünk empátia, de nem érdekel minket. Küldjük neked a kis csomagot, jó? Jó, köszönöm. Hello, ciao. Na jó van. Jó ez a játék, én ezt szeretem. Ha hallgatok, segítek Feri, a részegen hol szoktál utazni régen? Tényleg, úgy vittek mindig haza új szászon a platón. Milyen új szász te? Vagy milyen kis új szállás, mi vagy azok te? Mi vagyunk, ja, vagy senki házi. Új kígyós, bocsánat. Annyit ember nem feküdt ifa platóján, mint amennyit téged hazavitták. Leszedtek, azt bedobtak. Bocskában. Kertem belőle, igen. Na jól van, mutatjuk akkor a nap legjobb pillanatait, hogy milyen foglalkoztunk ma reggel. Felhívtuk Lobenvej Norbit csak azért, hogy elmondja nekünk, öntsön belénk egy kis lelket. Legyen VIP belépőd. Hát, egyrészt, ne csak neki. Igen, tehát VIP-en belül VIP-et intéztünk magunknak, bármilyen fesztivál lesz idén. Próbáltunk kicsit utána járni, hogy ő azért, aki két tényleg képben van, meg be van csatolva ide-oda, meg hát szervezik a fesztiválokat, mit tudnak, mire számítsunk, mit mondanak, van-e deadline. Egyáltalán tényleg kezdhetünk-e hinni abban, hogy most oltási könyvvel vagy anélkül, de hogy lesz egyáltalán Magyarországon még fesztivál 2021-ben, Norbi egészen bizakodó volt, nem? Azért ezt mondhatjuk, hogy öntött belé egy kis lelket, hogy nem szabad elengedni a 2021-es éven. És jelszókról is beszélgetünk, hogy jelszavakról, mert hogy van egy San Franciscó-i IT-s csávó, aki kizárta saját magát a pénztárcájából. Ugye, nem pontosan tudjuk, hogy ez egy ilyen, milyen pénztárca. Valószínűleg egy ilyen kis tényleg egy ilyen hard wallet, ami nincs sehova bekötve. És 8-szor próbálkozott, 10-szer próbálkozhat, 70 milliárd forint értékben van most ott bitcoinja. És egyelőre tépelődik, hogy mi legyen a következő lépés. Mi legyen az utolsó kettő, amit beütött, és arról beszélgetünk, hogy tényleg milyen nehéz már a saját jelszavainkat is megjegyezni, mert annyi helyen kell használni jelszavakat, kódokat, számokat, hogy egyszerűen ember legyen a talpán. Aki megjegyzi, jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Balázsék legjobb pillanatai a Rádió Egyen. Mondhatom azt szerintem nem csak a saját nevünkben, hanem a magyarországi fesztivál szervezőkkel, akikkel én kapcsolatban állok. Mindenki úgy készül, hogyha igen lesz a helyzet, akkor készen álljon arra, hogy idén meg tudja rendelni a fesztiválját. Viszont, hogy ennek mekkora esélye van, azt pontosan annyira tudjuk, mint bárki az országban. Közepes méretű fesztivál szervezése is fél egy éves munkát jelent. Ez még idén sincs másként, tehát a 2021-es fesztivál kapcsán is. Nyilvánvalóan nem járunk be az irodába, de mondjuk a fellépők, a line-up, a program az ugyanúgy áll, mint szokott egyébként január környékén, tehát nagyon jól. Nagyon sok olyan nevünk van, akiket örömmel bejelentettünk volna. Csak akkor, amikor november táján eljött az az időpont, amikor be szoktuk jelenteni, amikor szoktuk kezdeni az early bird jegyelővételt, akkor azt mondtuk magunknak, hogy hát ennek semmi értelme, most ki az, akit rá tudunk beszélni, és miért szeretnénk rá beszélni a közönséget arra, hogy vásárolj karácsonyra, légy szíves fesztiváljegyet, aztán meglátjuk, hogy lesz-e. Hát ki meri megvenni, ja. Igen. Hát a fellépők az még így viszonylag tiszta számomra, hogy azt mondod, hogy ha lehet, akkor lesz koncerted. De mit tudsz mondani egy szponzornak, aki ott áll több millió forinttal, hogy megtámogasson egy ilyen fesztivált, hogy azt most adjátok ide, srácok, azt ha nem lesz, akkor visszafizetjük? Vagy ott az hogy működik ez a része? Hát szerencsére nem egy vákumban élünk, tehát azért a szponzoraink, a technikai alvállalkozók és mindenki más tisztában van azzal, hogy mi a helyzet. Olyan forgatókönyveink vannak, hogyha április környékén derül ki, hogy elindulhatunk, akkor hogyan indulunk, milyen kommunikációval, milyen stratégia szerint, ha júniusban, akkor mi történik, ha még később, akkor is nyilvánvalóan van, amivel el tudunk indulni. Hát itt ami érdemes látni, hogy a mi portfóliónkban szereplő fesztiválok közül a Sziget és a Balatonszand az nagyon kitett annak, hogy külföldről tudnak jönni vendégek, nem is elsősorban a fellépők, nyilván az is nagyon fontos, de ha nem változik a helyzet, már pedig legyünk őszinték, nekem nagyon úgy tűnik, hogyha januárban még ilyen szinten zárva van a világ, akkor azt a szintű több tízezres vendégsereget, akik a világ minden pontjáról érkezni szoktak Magyarországra a fesztiváljainkra, azt nagyon-nagyon nehéz elképzelni. Úgyhogy ezek a fesztiválok vannak ilyen szempontból a leginkább bizonytalan helyzetben. A fellépőket ugye sokan kérdezik, hogy velük mi a helyzet. Fura módon ők rendelkezésre állnak, én nem tudnék még egyetlen egy olyan fellépőt sem mondani, aki a mondjuk nagyjából 100 külföldi fellépővel állunk kapcsolatban,
aki lemondta volna már a fellépését. De a Sziget az ki lett mondva, hogy nincs? Vagy még a Sziget is dilemma esetleg, hogy talán megtartható? Még mindegyik kérdéses, még egyetlen fesztivált sem mondtuk le, mi sem, és Magyarországon még nem tudok senkiről. Tavalyi év az nagyjából azzal telt, hogy mindenki a vakcinát várta, és majd ha lesz, akkor minden szuper lesz. Most ahhoz képest nagyon meglep, hogy milyen arányban mernek, akarnak a magyarok részt venni ebben a programban. Mi egyébként ezt fel is szeretnénk mérni, így a nagyon balatonos kollégáimmal dolgozunk rajta, hogy a sok-sok balatoni fesztivál résztvevői közül potenciális résztvevői azért nagyon színes korosztályról beszélhetünk. Milyen arányban mondanák azt, hogy ha ez a feltétele egy fesztiválon való részvételnek, akkor vállalják el, hát én azt remélem, hogy igen. Hát addigra már egy korosztály beleszóltva, tehát hogyha esetleg Korda Gyuri bácsiékat is felléptetitek a Balaton Soundot, szerintem jó, lesznek. Így van, tehát 70 pluszban már mindenki átoltott lesz. Igen. Meg kell fordítani a sorrendet, kicsit a line-upot át kell alakítani, hogy az oltottak fél már mehetnek. Jó, de az délután 4-től vagy 5-től van a fő koncert. Ha egy komolyabb pénzösszeget fel kéne tenned, akkor mire tennél? Arra, hogy lesz buli és lesznek fesztiválok, vagy szerinted most nyilván a te szádból lesz furcsa, vagy hát persze nyilván elbizonytalanod sokakat, de most csak mint magánember kérdezem. Vagy arra tennéd, hogy gyerekek, mindent megteszünk, de nagy eséllyel lehet, hogy semmi nem lesz. És a pénz a tied, nem a KFT. Természetesen. A KFT már elment ebbe az évbe. Mit mondod? Hogy gondolod? A túlzás lenne azt mondani, hogy minden nap máshogy kerekszol, de mondjuk minden héten kicsit másképp. Én azt érzem a leggyakrabban, hogy idén-nyáron azért már lesznek tömegrendezvények, de abban szinte biztos vagyok, hogy nem olyan formában, ahogy azt várjuk, vagy vártuk. Azok a sok tízezres, sok nemzetközi turistával megvalósuló programok, azok én azt gyanítom, hogy idén még jó eséllyel ki fognak esni, de ez valóban a személyes saját tippem. Hát nagyon kíváncsiak vagyunk. Nyilván most még senki nem tudja igazán, hogy mi lesz, de nagyon drukkolunk. Csávó ráadásul eltette a jelszót. Igen. Egy ilyen kis valami szintén elektromos megőrzőbe, aminek megint csak elfelejtette a jelszót. Ajja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 j
akkor én megérkezik az én utalásom hozzá. De ezt elrakod a szépbe valahova, akkor az nincs kapcsolat. Lehet, hogy adatmentéssel is ez a Facebook igazgató, ezt mondjuk 10%-ért kiszedi neki, de hogy ő nem fog senkitől jelszót kapni, mert ez a jelszó, ez nincs. Ez a te kis, hát hogy is, ez a saját bizniszed. Oda rakod a vakrod, ágyad alá, fölrakod után a lámpád mögé, elrakod és elrakod a jelszót. És ezt senki nem tudja. Három után már tilt az Erste. Igen. Félek, hogy nem ennyi van azon a számlán. Nem akarok a zsebedbe turkálni, de hát ha nincs rajta 70 milliárd. Van egy emberünk, aki szintén így járt. Na, na mindjárt, anyám mindjárt följében. Nekem van egy BTC, amihez nem férek hozzá. 5 éve tettem a számlámra, nem használtam és elfejtettem ezt a jelszót. Ez 12 szó megfelelő sorrendben. Igen. Muki, muki, anya, puni. Igen. Bár én csak puni. Kellett szó közben, vagy nem kellett? Vagy, én összeszámoltam, nekem 14 vagy 15 belépő jelszó van. És tudod mindent, vagy föl van írva? Nekem a telefonom jegyzi ezeket. A legtöbb esetben nem is fogadja el már a rendszer, tehát hogy beírsz ilyen 1-2-3-4-5-6, akármint, már legtöbb. Hát is tudod előtte, hogy kisbetű, nagybetű, igen. Szállt, hogy azért, na. 5-4-3-2-1, zavard meg őket. De ti nagyon durvákat adtok meg? Tehát nagyon rátok szólnak, igen, hogy ez nem elég, mit tudom én, ez a jelszó, nem elég erős. Nem ránk szólnak, hogy ez már túl erős, ez már ne. De most már a legtöbb rendszer olyan, hogy kiírja, hogy erős jelszó, vagy nem elég erős jelszó. Nagyon sokáig ugye mindenki a születési dátumokkal játszott, hát családnevekkel. Szerintem mindenki, ezek a legnagyobb fajta. Szerintem nem változik semmit ez a dolog. Ugyanez, ugyanez. Biztos, hogy mindig ez. Nézzél, a barátnőnek a neve, feleségednek a neve, gyereknek a neve, születési dátum. Én nem tudom, én nem szoktam olyan nagyon durvákat megadni. De milyen durva, hogy őrizzük, védjük, és azt gondolom, hogy egyébként meg annyira tud mindenki mindent, nem? Tehát, hogy így ez most nagyon vigyázol rá, nagyon tudod, hogy a Gmail is pontosan tudja, be tud, bele tud hogy nézni. Tudja, és más, hogy be tud-e jutni, érted? Aha. Tehát azt például tudják, hogy te hol bankolsz, tudják a bankolási szokásaidat, tudják, hogy mennyit utalsz havonta, mennyi jön be, mindent tudnak róla, de ő maga nem tudja elindítani ezt az utalást, érted? Tehát, hogy ebbe ez a fontos. Ha biztosra akarsz menni, akkor gyere vissza az OTP-hez. Amiatt a két lépcsősöt bevezették, és telekódot kis kell megadni, azot én se jutok. A saját marad a papír alapú. Szerintem nincs olyan idegesítőbb, amikor ott ülsz a Gmail fiókod előtt, és azon gondolkozol, hogy hogy tudtál ennyire kiszúrni magaddal, miért változtattál jelszót, és az újat nem emlékszel, és nem tudod. Igen, amikor annak idején beírtam. Beírtad a tanárod, az első, magyar, az első tanárod neve, a kutyádnak a nem tudom. És nem emlékszel, hogy mit adtál meg. Gyerekkori példaképp Bruce Lee. Igen. Kutya neve? Danny. Buke. Igen. És biztos, hogy benne nyílik az ajtó. Kedvenc színésznő, Lea Gotti. Már a neve is jól cseng. Hagyd találjam ki, nagy Shakespeare színész.
Igen, Leo Gotti. És aztán kiderül, hogy nem Bruce Lee. Ugye? És akkor jön a második mentőkérdés, jó, nem Bruce Lee-t adtad meg. Nézelek? De Bruce Lee. De úgy értem, hogy de nem a jó érted. Nekem ilyeneket kérdezett a múltkor, megpróbáltam a Gmail-ben bejutni, hogy akkor az első tanárod neve. Hát mondom, most mit adtam meg? Ibi néni. Beütöttem Ibi néni. Nem Ibi néni. Nem Ibi néni volt. Hát de mondom, én most úgy emlékszem. Fél évvel ezelőtt miért emlékezett az a másik Balázs, hogy nem Ibi néni volt az első tanár. És Ibi néni nem enged be a Gmail fiókodba, érted? És ott ülök, és ültem, és gondolkodsz, hogy hogy lehetek ilyen hülye, hogyha most fél éve Ibi nénire emlékszem, akkor miért nem Ibi nénire emlékeztem, és valami tök mást adtam meg. De nekem azóta Ibi néni az első tanárom. Kedvenc zeneszerző Richard Gere. Igen. Kedvenc zeneszerző Richard Kleinerban. Nem. És amikor... Meli rossz volt. Kedvenc haj is lett Meli. És amikor Ibi néni zár ki a Gmail fiókodból, akkor azért tudsz rá ideges tenni, hogy de most nekem Ibi néni a tanárom. Ott ülsz a gép előtt, és nem Ibi néni. Egyszerűen nem ugrik be, hogy az N előtt, vagy után van az N-szinkben az apostrof. Jó, de Justin Timberlake nevét bármikor azt tudom írni. És nekem visszafelé is. Nekem mindenhova beugrom Nick Carter. Igen. Ha az nem jó, akkor bejutom a Backstreet Boys. A kettőből benn vagyok. És csak két variáció van. Vagy K-val írja a Cartert, vagy C-vel. Jó, de ez a Backstreet Boys. Backstreet Back or Right azért az bejut. Az minden fiókomat kinyitja. Balázsék! A Rádió Egyen! Szegény Ibi néni. De legalább emlékszem. Ha tudná, hogy egy Gmail jelszó lett belőle, ami aztán persze nem jó. Tegénk már valószínűleg nem él. Kis betűvel próbáltad? Ha nem szeretted annyira, akkor kis Ibi. Ibi néni szigorú volt. Kis Ibi? Kis Ibi. Ibi néni nagyon szigorú volt. És nem, ha nem engedett be a Gmail. Akkor szóval nem azt adtam meg tanárnak. Ja, hívjuk a nap hallgatóját. Már mindenki tudja. Ja. Kell. Nem, ez most nem megy mostanában nekünk. Haldoklik ez a rovat, úgy érzem. Haldoklik. Azért, mert nem vette föl másodikra, míg ne temesd. Majd most, figyelj, rajta! Az első csöngésből megmondom, hogy felveszi-e vagy nem. Nem olyan, itt hívjuk véletlenül, hogy jöjjön be. Hol a kicsi, mit csinál? Nem tudom, havat fotózik nyilván. Jani! A kis Frodo, vagy a kis Zsákos. A kis Zsákos. Gyere, Zsákos! Tudod, adás van, 10-ig, 10 óráig van a munkaidőd. Mónika már csekkolja. Igen, igen, anyácska. Mit mondott, igen, mennyit anyácska. Mondott, hogy beszélt, jót mondott. Nem, viszek volt. Haza süteményt, jó, mindjárt visszahívlak. Viszem már. Gyere, Frodo. Nézd meg is, beintett és ott áll. Gyere, Hobbitka. Óriási. Egyébként nélküled is el tudunk köszönni. Igen, viszont hallásra. Tehát tulajdonképpen ennyi. A Jani is ezt mondta nektek, holnap jövünk. Ennyi gyerekek, ennyi. Hát ezt meg tudjuk oldani ezért nélküled is. Ennél nagyobb feladatok is megoldottunk. Vigyázzatok magatokra a havazásba. Marad délutára valami? Tudunk semmi. Csúszkázni egy kicsit, nem? Illetve fönn szerintem, mert pont hétvégén voltunk fönt, Pákozon az ingóköveknél, és lenn a tóparton nem volt semmi hó, és ott pedig volt egy 1-2 centi. Na, úgyhogy ott megmarad. De ne gyertek oda, te menjél föl a nem tudom hova. Legalább egy délutánt hagy csúszanak ezek a szegény gyerekek, nem? Aha, 4-ig iskola, mire hazaérnek, 5 tök sötétbe, hajrá neki a fáknak. Mondjuk aztán belőled is úgy árad az optimizmus. Nem, én realista vagyok. Ez olyan jó kedvet. Ne. Sötét lesz, mind meghalunk. Így úgy is van, a COVID. Úgy is fesztivál se lesz. Az egészet megette a fenet. Dögöljetek meg mind. Úgy kell nektek. Semmi esélyetek arra. Semmi értelme semminek. Hát, hagyd csúsztanak egyet azért délután, nem? Jó. Jó van, Frodo, elvitte? Nem, semmi kész, valamit nagyon tárgyal szerintem. Valami komoly válságstábban Mónikával, hogy löncsús legyen-e, vagy rántottó fújt, azért fontos dolgok töldölnek ma. Jövünk holnap, vigyázzatok magatokra, szevasztok! Hello, sziasztok! Ciao. Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap!